Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra 13 perccel, hello, mindenkinek jó reggelt. Feri, Jani, hello. Sziasztok. Nektek is, mindenkinek, itt vagyunk a hét utolsó napján, pénteken, ami azért egy jó hír mindenféleképpen. Igen, itt vagyunk, mi újság van. Már nagyon jó híreim vannak, számotokra. Igen, na, beteg igen. Álmaim voltak, úgyhogy minden hírnek örülök. Tényleg? Megint olyan beteg dolgokat álmodtam. Majd elmondom, mondd a jó hírt. Ja, de csak, hogy már újabb ilyen kép készült rólunk, megmutatom, nem tudom, a hallgatóink imádnak gyerekek, ez szerintem zseniális mesélni, hogy mi van rajta. Nagyon jó kis karikatúrát kaptam. Csontot eszel? Dehogy is, ez egy Olaszországból származó sonka van. Ilyen sonka csont, igen. Neked mi van? Elmentes övezetben vagyok, szupermenes pólóba, csak nem esbetű, vagy elmentes övezetben, meg keki pólóba, terepólóba egy fánkot szorítasz. Jó. Nyilván kicsit sarkos a dolog, mint ahogy az szokott volt lenni, de szerintem megfogta a lényeget, majd föltesszük a mi Facebookunkra. Rakjuk a dolgot. De szerintem jól van megcsinálva, tehát tényleg megvannak a karakterek, de jók az arcok is. By Sárközi Lóránt? Igen, én majdnem ilyen szép vagyok. Ez nagyon éppen. Komoly. Hát nagyon jó rajzol, ugye? Srác. Ügyes, szerintem tehetséges fiú. Neked ezzel érdemes foglalkozni, és így küldözgetek most ilyeneket. Tényleg cuki. Nagyon örülök. Ja, és bocsánat, ez egy mesinhead póló. Egyébként egy mesinhead lókot rakott rá. Hát figyelj, a fiú ez nagyon képben van. Nagyon jó. Akármi nem lehet rajta. Valószínűleg keveslem a csokoládét abban a muffinban, amit tartok. Igen, az látszik, hogy jó muffin érdelek, de azért tehettetek volna belőle valami. Úgyhogy ez volt az egyik. A másik, elkövettem azt a hibát, hogy ma reggel úgy döntöttem, illetve már tegnap este, mert ezt ma reggel nem lehet eldönteni. Na, hogy nem veszel alsónkatyát. Hát azt már, amióta Balázs megmutatta a fenekét, hogy rajta sosincs, azóta én is csatlakoztam. De most is van. Van? Van, persze. Az csak egy alkalom volt, hogy nem volt. Nem volt nem akkor? Jöre, elfelejtettem, hát arról beszéltünk, hogy annyian rohantam, hogy elfelejtettem, de az csak egy alkalom volt. Persze. Egy alkalom volt, úgyhogy minden tiszteletem azoké az embereké, akik valamilyen oktán fogva arra kényszerítik saját magukat a hajnali órákban, hogy sporttevékenységet végezzenek. Figyelj, én ezt nem sose fogom megérteni ezt a dolgot. Korábban keltem fél órával, 4-kor érte fölkeltem, majd kemény leszek apukám, bejövök bringával. Hát azt hittem, ráfagyok a keróra, hogy nyilván ha nincs más lehetőséged, mint biciklizni, akkor megértem. Pedig rendesen felöltöztem, mondom, kemény leszek, betekerek, Jani büszke lesz rám, meglátja a bukómat az asztalon, és azt mondja, hogy ez a fiú, ez igen, ez egy tunya állat, de azért legalább ma megpróbáltam. És? Hát semmi betekertem, te fizikai fájdalom. Meghaltál, mi? Persze, hát hogy figyelj, nem vagy hozzászokva, akkor azért sok. Mennyi, 10-es? De nem a bringázás, a hideg. Hát ez egy 10 kilométer. Megközlem annyira sok. Azt nem, mert egyébként meg már tehát napközben én tekerek be a városba. Figyelj, szálltam ki a kocsiból, látszott a leheletem. Hát mondom, én hülye vagyok. Nagyon kemény. Ez a klasszik április, tudod, amikor napközben még már nagyon meleg, de még reggel este, tegnap fönn voltunk a fogaskerekűzni, mert erről akarok két mondani. Jó. A gyerekkel. És baromi hideg van. Tehát ahogy elmegy a nap, hideg van. De reggel is hideg van. 4 fok volt, hogy 6 fokot mértem most, ahonnan jöttem. Aztán a városban már lett egy 9 fok. De látszik a lehellet. Szerintem várjál azzal még. De hát most már mindegy. Igen, meg napközben már az a tekerek. Hazamenni jó lesz. Olyan jó ötlet volt. Este hazamentem, összeraktam a kis cuccot, a bringaladrág, váltóruha, nedves törlőkendő, hogy a verítéket, a vért, a könnyeket le tudjam törölni magamról, és reggel, de klassz lesz, bejövök. Aztán napközben tudok bringázni. Hát figyelj, elindultam. Ez most még csipős. Azt hittem megőrülök, úgyhogy aki tényleg így egész télen nyomta, gyerekek, istenek vagytok, vagy fél istenek. De ők nagyon ott vannak. Figyelj, azt szerintem egyébként nem jó, szóval, hogy persze, nyilván, ha valakinek a munkája oké, de valaki csak sportol télen, és még nem öltözik föl rendesen, szerintem 10 év múlva sokkal többet veszít, mint amennyit nyer azzal, hogy sportol. Föl lehet úgy öltözni. Az izületeid, a csontjaid, az visszaköszön. Tehát olyan nincs, hogy azt mondjuk te 10-20 év múlva ne érezd, ha minden reggel a hidegben tekersz. Tehát egyszerűen tönkre mennek az izületeid. Na most nyilván, ha nem vagy normálisan fölöltözve, a kezed, a kézizületed, tehát az nem sokkal többet vesztesz vele, mint amennyit nyersz. Mindegy, ha megpróbáltad. Legalább. Várja még egy kicsit. Ős vagy. Én is tegnap marhára agyaltam rajta pont ezért, mert hogy napközben gyönyörű szép idő volt. Aztán gondoltam, basszus, nem, ez még szerintem korai lesz. Aztán reggel jöttem be, na, mondom, hol az autó. Feri hajcsizik. Na, igen. Egyéb okokból kifolyó. Igen, hagyjuk. Majd még biztos terítékre kell adok. Gondoltam. Aztán jöttem be, azt megláttam a kis sisakot. Na, mondom, hoppácska, a sportembe. Oda csapattam. Jó is az.
oda csapattam. Most én is gondolkozom, nem bringám, mert az túl messze, most robogót akarok lenni, mert elkezdek robogózni. Miért? Mert unom az autót, és sokkal nagyobb élmény. Az mondjuk igaz. Elkezdek lehet robogózni. Beszéltél igen, erről azzal a nővel, akivel te együtt élsz? Mert azt szerintem 5 perc múlva fog leolni. Nem akarok semmi közöm hozzá, csak szerintem a Viki pont az a nő, aki elkezd veled ordítani az első 2 perc, hogy Balázs, el foglak ütni, egyedül fog felnevelni a Benit. Hát igen, de az izgi, egy szép eszpát néztem most. Mert milyen? Na, már mert milyen gép az is? Na, hát gyönyörű. Azt elkapták. Itt is jár valaki be egy ilyen kis old school modellel, marha jól néz ki. De a múltkor pont erről akartatok lebeszélni engem, ezekről a picikről. Azt mondtad, hogy nagyot kell. Ha vesz az ember, akkor inkább nagy robogót vegyen. Hát van a Vespában is azért elég nagy. 250-es. Vannak nagyobbak. Itt legyen tekintély egy picit. Több a Balázsnak azért jó a nagyobb, mert azért ő kint közlekedik, tudod? Tehát, hogy ott azért még kell a sebesség. Hát én messzire jövök. Én messzire jövök. Ment, ha azért kületbe tudod. Itt a vécére kigolj. Figyelj, hadd legyek már. Figyelj, 30 kilométert jövök reggel. Na jó, nem, 20-22-t biztos, hogy messze vagyok. Igen, tehát ezt kocsi, azért 60-nal lezettyögni, az nem kocsival egy jó 25 percet kell befele jönnöm. Tehát még messze vagyok. Na mindegy, nem tudom. Nekem szimpatikusok egyébként a robogók, meg a robogósok, mert azért is elsősorban, mert mondjuk így tök jó dologról van, tök jó igazi városi közlekedési eszközről van szó. Ha már nem tömegközlekedsz, akkor egyrészt nem okozol dugókat, mondjuk a dugókat általában nem az autósok okozzák, hanem mondjuk a lámpák, meg a közlekedési problémák, meg a vételmény, útépítés, stb. De akkor legalább meg elmegy tudod, hogy mindig beérsz rendesen. Másfél literekkel elmegy szerintem egy ilyen robogó, nem? Tehát hogy még abból a szemben. Meg a szabadság. Fik, hogy miért. Igen, meg azt, hogy tudod, hogy úgy. Nekem nem. Kíváncsi, mennyi idő alatt lopnák el egyébként. Nem. Ja, hát ide be kell hozni. Na de ha bárhol a városon megállok, pillanatok alatt, nem? Nagy lánc. Azt szokták mondani, hogy amennyit elköltesz valamire, annak legalább a 10%-át költsd el a védelmi rendszerre. Igen? Most nem tudom, mennyi egy robogó, de biztos lehet rá sok pénzt költeni. Igen, meg riasztó kell, meg GPS figyelő, illetve vigyél magaddal egy embert, aki ott áll mindig mellette. Meg egy rohadt nagy autót. A robogót. Amiben beteszed a csomagtartójába. Hát szerintem nem nyúlják le így ilyen egyértelműen. Este úgyse hagyod kint. Ne, este nem. Ja, nem. De hogyha mondjuk napközben itt bemész valahova, azért macera. Én bringát is féltem mindig láncoláson, meg mindent. De a szabadságérzés az nagyon jó. Tegnapi élményem, de ez egyébként most már minden évben megtörténik. Lenyitottam mert nem leesett a teteje, mielőtt ti mondanátok, mert azt mondom én, és mentem szabadtérig a kabriolett autóval. Most már minden nap azt csinálom, hát nem érdekel. De jött valami kamion szembe, azt letépte? Azt mondom, én nem magától esett le, tudod, ahogy elindultam. Mennyire érem csak ott a trendesen, és a menetszél. Menetszél föltét. Alá kapott a szél. És megálltam a körúton, az egyik lámpás kereszteződésben, ahol mindig van egy hajléktalan ember, aki az újságot árulja. És megint megtörtént az, amit tavaly is, és imádom a sztorit, odajött, látom maga is kolléga fedél nélkül, ja. Nem vesz egyet, mondom, figyelj, add ide az egész tócot, imádom, ez minden évben úgy tudok ennek körülni, mert ezt egyszer el szokták lőni, és ez most is tegnap is megtörtént, úgyhogy nagyon tündér volt, maga is kolléga fedél nélkül, mi? Na mondom, jó van, adjál egyet, jó fej vagy. Az jó, ezek voltak. Tegnap beszéltünk Arnold Schwarzeneggerről és az ő óriás szemücséről. A maiban van. Aha, képzeljétek. Meg is írták? Meg, de itt van. De rendesek voltak, mert képet is szereztek hozzá. Ne. Szeretem. Végül is kell a téma gyűjtés, hát nincs az olyan. Hát, hogy gyerekek, nem vagyunk témaírigyek, úgyhogy nyugodtan írja meg az újság, amiről beszélünk. Na, a vasárnap írjanak majd a fogaskerekűről. Fogaskerekű, hát ez valami szörnyű, gyerekek. Na, hát mi volt el a gond? Minden. Nem jött? Így, nem az, hogy nem jön. Induljunk már! Egyrészt onnan indul, hogy nem tudsz egyet venni normálisan, mert a BKV vagy a BKK nem szerelt föl olyan automatákat, ami elfogad papírpénzt. Tehát az, hogy külföldön már kártyával is tudsz egyet venni, az természetes. Ha nincs konkrétan annyi pénzed, amennyi neked kell, akkor nem tudsz egyet venni. Tehát te vissza se ad, gondolom. Vagy vissza a papírpénzt beled. Nem tudod berakni a papírpénzt. Tehát ott állsz hülyén 600 forinttal a kezedbe, vagy 700 forint aprót, amit így összenyomorultosodtál magadnak a pénztárcádba, és nem tud megvenni jegyet. Egy büdös árus nincsen sehol a Városmajori felszállónál, és az egyik egy automata nem működik, tehát én nagyon keveset BKV-zom, de akkor mindig szembesülök, hogy úristen, mennyire Balkán. Sokszor. A másik, az működött, az meg nem vesz be papírpénzt.
Na most azért, ha valaki egy darab jegyet vesz, miért törvényszerű, hogy legyen nála egyébként készpénz? Nem, már hogy papírpénz. Tehát, hogy miért vagyok arra kényszerítve, hogy én apró pénzt dobjak be? Mondjátok meg nekem. Hát mennyibe kerül még oda tenni egy olyan automatát, ami egyébként beszedi az 500-as, az 1000-es, meg a 2000-es? Ne szedje be a 10000-es. Oké. Okay. Ugye azt szokták, hogy a kis címletű simán beszed. Miért nem? Nem tudsz sehol váltani, ott vagy a végállomásnál, hát szembe van veled a János kórház, meg mit tudom én, a körszálló, oda nem tudsz elmenni, úgyhogy hatalmasat fogaskerekűztünk ingyen. És nem lehet a, hogy hívják az embert, aki kezeli, a kalau, nem. A hát ha ő nem jött, én megkérdeztem, szerintem tőle nem lehet egyébként. Aha. Hát az akkor mindenki ezt csinálná. Hát az ajtón, aki vezeti a fogaskerekűt. Ja, tőle biztos nem. Sanyi bátyám, nincs két jegye, adok érte egy ezres. Tőle biztos nem. Úgyhogy végigvettünk hármunknak egy jegyet. Nem tudom miért, de azért egyet megvettem, a gyerek szét is tépte, úgyhogy jó volt. Visszafelé pedig, ahol felszálltunk a Schwab-hegyen, mert ott van egy cukrászda, bementünk. Schwab-hegy, ott még csak automata sincs. És minden zárva van. Igen. És semmi nincsen. Hát ez az alkalmi utazóknak, ez tényleg egy komoly probléma. Ennyire, aki minden nap megy. De figyelj, ez nem csak az alkalmi utazóknak, ez a BKV-nak is rohadt nagy pénzkiesés. Tehát a BKV tegnap elbukott rajtunk 3x350 forintot, ami nem egy nagy dolog. De ugyanígy mennek az a bringások, ugyanígy, tehát érted? Ez, és tök sok ember van, aki egyébként megvenné. Tehát oda-vissza, mit tudom én, 700 forint, 1400 forint ja, lett volna. Igen. És a jó szendék megvolt. Fenét 3x350. Egy kör 350. Fejenként. Igen, de a Benninek még nem kell venni, vagy kell. Hát 5 éve szerintem sem. Hogy ne kell lenni? Persze. Nem, nem kell, 5 év alatt nem kell. Nem kell, 5, 6, meddig 8 év, 6 évig, 6 éves korig nem kell. Hát egy BKV egység. Igen, persze. Akkor 700 meg 700, én 1400. Én úgy tudom, de meg kijavítottam. Olyan régen volt, nem emlékszem. Mindegy. Tehát nem éri meg a BKK-nak felszerelni? Hát nem jó. És ez tényleg nem arról szól, hogy most jó, akkor mindegy, ne vegyünk. Mondom, kisétálok ott át, megkérdeztük, mikor megy. 32 volt, mondom, 43-kor. Hát, mondom, akkor semmi baj. Veszünk egyet. És nem volt jegy. És nem lehet venni. És annyira középkor, hogy az elképesztő. Visszafele meg minden záró van. És akkor jön a Kaller megbüntet, akkor én vagyok a hibás? Szerintem igen. Hát, igen. Szerintem igen. De honnan kéne, hogy jegyem legyen? Én hát, nem vagyok BKV, és én nem ismerem a szabályokat, csak mondom, hogy ez olyan kellemetlen lesz, itt jönni fog, mert én most ezt nem fogom kifizetni, mert el fogom nekik mondani, hogy eszem ágában nincsen. Ezért mondom, ez persze ilyen tök furán hangzik, hogy egyébként meg akik nap mint nap arra járnak, azok fel vannak erre készülve, hogy ezekre az állapotokra felkészülve, és ezért mondom azt, hogy alapvetően ez mondjuk az alkalmi utazókat érinti, mert én sem tudnék venni például reggel sehol jegyet, az 50-es villamos vonalán. Tehát, hogy így megállok a megállóba, és éppen nincsen nálam, akkor gyalogolhatok valamilyen irányba elviekben, mert hogy nincsenek kirakva automaták. Hát ez nem jó, hát külföldön minden megállóban van jegyvásárlási lehetőség, kártyát elfogad, KP-t elfogad, papírpénzt elfogad, napi jegy, szakaszjegy, mint csak 600 féleképpen tudod megvenni, berakod a kártyát, leszívja, visszaadja, kész. Nem? Engem nem zavar, csak mondom, hogy ez a BKK-nak nyilván sokkal rosszabb, mint nekünk, mert szerintem rengeteg olyan bringás megy föl a fogaskerekre. Hát aki egyébként nem BKV-zik, csak lerakja a bringát, nem tudja jelenteni, úgy se jön a Kaller, de egyébként van benne némi kurázsi megvenni. Hát csak egy vonalon szerintem több 10000 forint vagy 100000 forint esik egy fogaskerekűn, és az egy vonat, egy járat a fogaskerekű. És képzeld a többi járatot, ahol az emberek egyébként nem tudnak. Nyilván van az a réteg, aki nem is akar, meg erre fogja. Mondom, direkt megnéztem, mondom, kíváncsi, hogy kettő automata, egyik lehalva, összefirkálva, szétverve, hát itt semmi, a másik meg nem vesz be. Nézze meg mindenki, Városmajor végállomás. Felkészült utazónak kellett volna lenni, nem ám felelőtlen ez oda igaz. Menni, hanem a Moszkva téren megállni, ott a izébe a gombánál, vagy nem tudom, hol venni három darab jegyet, és akkor nem lenne ez a helyzet, Sebestyén úr, tudja? Igen. Azt tudod, hogy büntethető vagy, érte? Tudom. Nagy tehát, harc lett volna az ellenőre. Nagyon-nagyon harcoltam, mert 15000 a pótdíj, vagy mennyi. És én is azt mondtam volna, hogy ne haragudjon, uram, nem volt biztosítva az a feltétel. Így van. Ráadásul, meg azt mondja, hogy az de, nem de ráadásul mi van? Az egy végállomás. Tehát nem is arra gondolt, hogy felszálltál egy, nem tudom, erdei iskola megállónál, ahol aztán érted, ember nem jár, csak két ilyen holló ül az ágon, és várja a fogaskerekűt, mert az a legizgalmasabb. Tehát ez egy végállomás. Itt azért van egyfajta szolgáltatás, nem? Hát a végállomás van egy mosdó, van egy büfé, vagy te azt gondolod, hogy valahogy azért ez így most már azért ilyen európai módon működik. És nincs. És nincs. Hogy a Schwab-hegyen nem volt egy oké, mondom, itt nincsen, ez csak egy köztes megálló. A büfé nyitva volt? Hol? Hát már mint a cukrászda.
A Városmajornál lent a végállomás. Aztán néztem, csak egy mosdót kerestem, de nem találtam meg. Ráadásul az a hely, ahova ti mentetek, az egy frekventált hely. Tehát, hogy azért nagyon sokan járnak oda föl, tehát, hogy ott azért kellett volna lenni, vagy kéne lennie. Hát, lehet, hogy az ilyen ritkább járatokon lehet venni egyébként a Kallertől, azt nem tudom. Tehát mit tudom én úgy, mint régen, ahol törővasút, vagy valami, ahol esetleg felszállsz, amit Erdély megállón jön, és jaj, akkor tőle megveszed. Ezt nem előre! Tudom. Előre! Jegyek előre! A másik, hogy kicserélték a talpfákat a fogaskerekűn. Hát figyeljetek, ha éltetek már meg borzasztó dolgot, akkor menjetek el fogaskerekűzni. A sofőr elmondta, hogy négyszer olyan hangos lett, mondom, ne butáskodjon már. Hát csak bátrak vagyok. Hatszor annyira ráz a fogaskerekű, és valahogy úgy csinálták meg, hogy esnek szét a fogaskerekűk, mozognak az ajtók, mozognak az ablakok, és háromszor hangosabb lett. No, nagy gáz, induljunk, mondom. Hogy lehet, imádom a fogaskerekű, de figyelj, élvezhetetlen. Tehát konkrétan is számolod vissza a megállókat, fogod a könyvbe lábad a szemet, kirázza a tömést a fogadó, ülsz, és azt várod, hogy csak hadd szállj már le. Valahogy úgy sikerült kicserélni a talpfákat, hogy sokkal rosszabb lett, mint ami volt. Nem tudom, hogy miért, én ezt nem értek. Egyébként én azt gondolom, nem volt ez most egy nagy élmény. Hogy a BKV-nak nem tudok róla, hogy lenne, de hogyha van, akkor tapsolok nekik felállva, ha meg nincsen még, akkor meg fejlesztenek egy olyan applikációt, ugye minden második embernek már van már valamilyen okos telefonja, hogy pont az ilyen helyzetekben érted. Felnéz szépen, és ahogy mondjuk parkolójegyet is tudsz vásárolni. Az jó lenne, én megvenném, én nem szeretek szívózni, igen. Érted, oda mész, nem jó az automata, nincs ellenőr, szépen megveszed, aztán amikor jön fel, akkor a telefon. Mert maga tök jó az egésznek a hangulata, csak most ott ülsz, kicsit szorogsz, hogy hülye, nagyon jó hangulat, nem, akkor ott leszállítanak, ott a gyerek, miért szállunk le? Indul a feszkodás, miért vered a bácsi apa? Igen, miért mászol bele a bácsi szájába, apa? Igen, ki ez a büdös bácsi apa, igen. Szóval, igen, meg nem ezzel kellene foglalkozni, és például imádom a fogaskerekűt, meg az egész környéket, ahol végig megy, szerintem csodálatos, de hogy tényleg ne azzal kelljen már foglalkoznod, hogy hát, ha jön az ellenőrése, mivel nincsen jegyen, majd megbüntet. Érted? Tehát, hogy ne vegye már el ezt az élményt. Hogy kicsit vártam is, meg kicsit úgy aggódtam is, hogy jön, tudod, ez ilyen köztes volt, hogy mondom, na most jó, meg na, de plusz izgalom, plusz adrenalin. Figyelj, így 40 felé lassan egy fogaskerekűzés a gyerekes között, az ellenőr, nem jön az ellenőr. Vajon fölérünk, nem érünk? Hát ezek apró izgalmak, mindennek örülni kell. El kell lopni ezeket a nagy pillanatokat. Úgyhogy a cuki nagyon jó volt, cukiztunk, elkezdtünk mi is ilyen cukrázás program. Hát jól is már teszik meg egyébként, ez egy nagyon jó kis cuki. Rászerveztünk egy utat a cukrázdára. Tessék, mondom, átragadt. Hallod, jó, szólítsatok Vaton családnak. Mondja, Viki, gyereknek névnapja van, mondom, igen, tudom, mit csináljunk. Mondja, hogy ott van a Sápegyen egy cukrázatot, és azonnal bevillan, Viki, mondom, nem szervezhetünk egy programot egy cukrászda köré, minden nap szívom a Jani vérét. De, ezt már következő pillanatban ültem a kocsiba. És mentünk cukrászdázni fogaskerekűvel. A cuki nagyon. Ugye látod? Helyesek, kedvesek, aranyosak, finom, jó kultúrát. Ez egy nagyon klassz kis cuki, jó hangulatú. Szeretem. Az egy jó cuki. Ezt csak nekem mondjad, hát ő. Hát a menü tudja kívülről. Ismerem a franchise-t. Jó, az egy jó kis cuki. Úgyhogy ott nagyon helyesek voltak. Hát nem mondom, hogy egy sűrű járat ez a fogaskerekű. Elment egy az órunk előtt, 28 percet kellett várnunk, de kiálltuk hősiesen. Nem egy hetes busz, vagy nem egy négyes hatos villamos. De hát nyilván a kihasználtság alapján indulnak ezek a járatok. Csak mondom, hogy minden évben van előz meg a fogaskerekű futóverseny, úgyhogy... Gondoltam rá, hogy amikor a vikék elmennek, mert elmegyek egyetlen, és elmegy a fogaskerekű, akkor azt sem hogy beugrottam volna az aknába, és futok egy megállót mögöttük, mert ott a családomat nem engedem. Ott mennek. Ne vidd el! Nem viszed el a családomat! És akkor a Városmajorból kellett volna fölfutni talán a János kórházig, vagy nem tudom, egy megállót. Azt tudod, hogy most már jön majd a meghívó a hegyvidéki önkormányzattól, hogy? Ha valaki hallott minket most. Futásra? Persze, ezek után. Csak mi van, ott fölfutsz a Városmajorról, föl a Sváb egyik, vagy föl a legtetejére? Igen, a legtetejére. Legtetejére? Jó az. És megy előtted a fogaskerek is, azt... Nem, utánad is tülköl. Úgyhogy van egy motiváció. Vagy csak a sinek között futok azért fogaskerek futás, mert sineken futok. Nem, a sinek mellett. Melletti lépcsőn. Az meleg azért oda fölfutni. Az jó. Az frankó. Annál jobb csak a kékes csúcsfutás majd talán júniusban. Ja, akkor meg fölfuttok a csúcsra. Persze. De honnan? Hát, gondolom Mátraházára. Végülis a báló. 12 kilométer. De ez viszont az cserébe csak persze, emelkedik. Persze, igen. Az nagyon az durva. Az nagyon durva emelkedik. Mindjárt jön a lejtő. Majd amikor lefelé jössz, majd akkor jön. Az fincs is. Ú, de kevés. Na jól van, hogy állunk játékkal? 2-2. Így van.
És, nagy a baj? Nem akarlak ezzel így, tehát hogy csak így egész halkan figyelmeztetnénk, vagy emlékeztetnénk. Ne frusztráljon az érzés, hogy ma te játszol. Igen, hogy bevállaltad. Igen? Tegnap, sőt, nem, hogy bevállaltad magad. Mi volt tegnap, ki játszott? Én. És? Én veszítettem. Én, hát kihúztuk az egy percet. Gyerekek, vissza kell ülni alóra. Leestünk, vissza kell ülni. Most félig lám vagyunk, már a kengyelbe beleakadt a lábunk, húzaló magunk után, nem tudjuk, hogy most leessünk, hogy visszaüljünk, de próbáljuk meg visszaüljünk. Jó? Gyerekek, idősek, nagyot hallok, nagyon örülünk nekik. Jöjjenek nyugodtan, lehet jelentkezni a játékra. Mi pedig jövünk a hírek után. 9 perc múlva pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Várunk friss közlekedés híreket, egy kicsit kevesebb van, úgyhogy jöhet. 1-2, új sorozat. Believe a címe, egy különleges kislányról szól. Lerakott tőle a haja, írja egy hallgató. Jó, meg belenézünk, most kicsit leálltam a sorozatokkal, de felveszük újra a fordulatszámot, úgyhogy meg lehet nézni, majd elolvasom. Na, ugye vártunk jelentkezéseket játékra, 2-2 van, tehát ez egy nagy csata lehet, és elbuktuk a múlt héten a hetet, jó lenne nem újra elbukni. Itt van már is a játékosunk. Hetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Mondom, mivel asszult? Hát ez igen, kicsit elmaradt a nevet. És halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok, Krisztián vagyok. Hello, Krisztián! Honnan hívsz minket, Krisztián? Győrből, Balázs, Győrből telefonál. Győrből, nagyon jó, mit csinálsz ott? Hát itt élek, és itt is dolgozom. Uh-huh. Úgyhogy éppen most végeztem a munkával, és tartottam haza, felértem, nem végeztem haza. Verőfényes napsütés ott is? Hát igen, kellemes idő van, igen, kell kisütni a nap, úgyhogy egészen jó idő várható már, remélhetőleg most már az ikét avaszodik. Gyerekek, nagyon kemény. Most nézem a tehetségest, meg az ikreket, mondják a 21 fokokat, látod? Látom, teljesen jó. Az nagyon, nagyon jó, nagyon szép. Kál Noémi? Uh-huh. Nagyon. Már hogy az idő, hát, az a Noémi is egyébként, csak hát mind közünknek már ehhez a korunkban. Győrben mennünk, mert Győrben régen voltunk kitelepülni. Hát ő nem mostanában, igen, sajnos. És mindig nagyon jól sikerültek az ottani kitelepülésünk, mindig nagyon sokan voltak. A győri kitelepülés. Még tudod, melyik volt, amikor a kaszával gitároztunk? Az volt az utcsó szerintem. Azt hiszem az volt. Nem, az két vagy három évvel ezelőtt. Azért nem hívtak mint. Győr esélyes, abszolút. Esélyes lehet. Na, az jó hír. Hogy menjünk oda. Kivel szeretné játszani? Hát veled, Balázs. Krisztián, legyen így. Bizony. Legyen így. Van valami téma, amiről szeretsz beszélni? Vagy? Hát nincs konkrétum igazából. Nincs. Jól van. Oké, ne legyél passzív, jó? Mert azt most nagyon szigorúan fogjuk nézni. Hát ezt mindjárt gondolom. Jó, de nagyon aktív se. És ne legyél jó. Igen, de ne legyél rossz se. Igyekszem a hallgatók oldalára billenteni a hetet, úgyhogy rajta leszek a téma. Hát legyen így. Akkor még ajándékcsomagod is lesz. Na jó van, mehetünk, Gyeri? Így van. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok, figyelek. Jó reggelt, Balázs. Hello. Kezdjük a játékot. Hogy indult a reggeled? Jól, köszönöm. Furákat álmodtam, de egyébként... Furákat álmodtál? Mit akarsz? Elefántokkal álmodtam, akik üldöztek, most mondd meg. Elefántok üldöztek? Elefántok üldöztek, ja. És hol? Hát valahol Ázsiában. Atya úristen. Ja. És mit tettél, hogy elefántok üldöztek? Elbújtam, de az egyik elefánt észrevette, hogy hol vagyok, megkerült azt a kis építményt, és megint megtalált. Elképesztő. Szoktál ilyen hülyeségeket álmodni, vagy emlékszel arra, amit álmodsz? Szoktam álmodni hülyeségeket, elég sokat sajnos. Mostanában főleg rémálmaim vannak. De miért? Sokat eszel esténként? Vagy miért? Rendszeresen érkezem, naponta többször is, mert elég komoly edzéstelme van, és mellette van egy elég komoly étrendem. Edzel? Amit, igen, konditerem. Ott a vége, de szép volt! Finoman! Hagyjuk egy kicsit, hadd beszéljen arról, amiről szeretne, és aztán egyszer csak hirtelen! Egy viszont! Nagy könyvbe! Nagy könyvbe! Receptet belőle! Gyerekek! Szép volt! Hát,
Mindig az a taktika, elmondjam, nem mondjam ne, el. Nem mondom el, basszus, mert van egy, ami általában beszokott jönni. Én nem fogadtam volna ránk. Én azt mondtam volna, hogy itt gyakorlatilag ugyanazok a stílusok találkoztak egymással. Kicsit rezignált, picit reggel van még, de azért tolom végig, figyelek, de úgy csinálok, mintha nem figyelnék, lazán tolom. És mondom, altatás volt. Mondom, ez a vége, ez nem lesz meg. Altatás volt ez a következő. Szép játékhoz, gratulál. Köszönöm szépen, következő volt, 20-25 másodpercig én beszéltem, és aztán gyorsan igyekeztem egy olyan témát, amit ő kicsit jobban elengedi. És ott volt ez az edzés, és akkor az alvás, és akkor onnantól kezdve már. Ennyi. A kutya fáját, de jót játszott. Hát így alakult, köszönöm szépen. Krisztián, köszönjük a játékot. Köszönjük, sziasztok. Hello. Szia. Le is lép egy. Hát megvan. Na, jó megvan vagy. A hét, na, jó köszönjük vagy, szépen. Ennyi. Gyerekek. Beúsztad. Beám. Jó volt. Visszatértem. Vissza. Mert ma péntek. Szükség is volt rád, nagyon szükség kellett. Volt. Gyönyörű járt. 3-2-re osztuk át ezt? Így van. 3-2. Jól van. Jó volt. Múlt hét után elvesztethetünk volt, úgyhogy ez most nagyon kellett. Anna írt föl. Jó? Nyerthetünk van. Szoros. Vastagon, nagy betűkkel. Szoros, de ez jó volt. Na jó. 3 perc, pontosan 7 óra a hírek után, itt vagyunk mi is. 7 óra, 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, hello Jani, hello Feri. Sziasztok! Hát jó reggelt! Jó reggelt, itt vagyunk pénteken, a hét utolsó napja. Leakítom a CV gyerekek. Bár izgalmas anyagok mennek. Benne, mesélj, mert még egy mondatot. Na. Erről az elefántos sztoriról. Fú, gyerekek, utolértek-e? Gyerekek, nagyon durva álmom volt, arról szólt az álom, hogy lázadás szítottam egy elefánt telepem. Azt is elmondom, hogy miért, és megjelent Bocskor Gábor, aki megmentett. Csak mondom, hogy hova Istenem, tudok el. Istenem, ez a kollégalitás. Gabi megint megjelent. Én tudtam róla mind. Gabi megint megjelent, az álom arról szólt, hogy én föl akartam ülni való lázsiába egy elefánt hátra. És elment alólam az elefánt. És lógtam teljesen hülyém. De én nagyon szürelcsokat tudok álmodni. Lógtam teljesen hülyém. Paf, úgy, hogy van, lepottyantam. És jött egy ilyen kis makimajom kinézetű, ilyen kis elefánt oktató, és én meg beszóltam neki, hogy ti egyébként milyen hülyék vagytok, meg itt rabszolgák vagytok, meg egyáltalán, hogy miért csináltok ezt, hogy itt lovagoltok az elefántot, meg nem tudom. Amikor nem is lehet, hát látod, én is lehet. Igen, és erre nem az elefánt tulajdonosa, az a kis ázsiai benszülött rágott be elsősorban, hanem az elefánt. Tudtam, hogy okos jószágok. Ugye? És emlékszel gyerekkorod, amikor úgy fogocskáz, hogy bemész valami a hely mögé, amit nem lehet átszaladni, csak megkerülni, és elindul egy ilyen balra futsz, akkor jön az elefánt, jobbra futsz, szembe jön veled az elefánt. Ez egy ilyen pagoda tetejű ilyen valami volt, aminek tömör volt a belseje, és nem lehetett átfutni rajta, de én mégis valahogy átláttam rajta, és láttam, hogy hol tart az elefánt. És elindult egy ilyen balra futok, balra kerül az elefánt, jobbra futok, jobbra kerül az elefánt. Az életemért küzdöttem, majd kiderült, várjál, még nincs vége, majd kiderült, hogy közben az a pali, akinek én beszóltam, az elmondta ott mindenkinek, hogy már mindenkinek, vagy minden elefántnak? Nem, a többi egy elefánt volt, a többieknek, hogy én beszóltam az ő munkásságoknak, és megérkeztek kaszával, kapával, és elindult egy ilyen mindenki kapja el Balázst. De Tibi is ott volt. Hát ez a tájföld, hogy lett volna. Tibi nem volt, hanem mindenki kapja el Balázst, üldözött az elefánt, ezek meg elkezdték egy ilyen nagy tüzet rakni, és nem tudom miért, az összes fegyverüket, meg kaszát, meg kapát, meg puskát, meg mindent, abból elkezdtek egy ilyen nagy, ilyen tábortüzet rakni. De nyilván azért, hogy azon megsüssenek, vagy elkapjanak, vagy valami. Búcsú miközben, a fegyverek. Igen. Miközben én nem csináltam más, mint hogy balra-jobbra ugráltam az elefánt elől, és próbáltam elmenekülni. És mindig átnéztem, vagy kinéztem, hogy hol az elefánt. És nem volt olyan, hogy az elefánt egyszer csak átugrotta a pagodát? Nem volt, hogy az ormányával kicsit így előre. Cseles. Ilyen nagyon, nagyon rossz volt. Majd megjött Gabi. Igen. És Gabi letárgyalta a vezetőjükkel, akik ott voltak, azok közül a vezetőjükkel, aki egy indián lány volt, feketejű indián lány, hogy legyenek szívesek, ne öljenek már meg engem. Aha. Mert hogy nem vagyok olyan rossz srác, meg egyébként nem kéne bántani. Majd bevittek engem egy szobába, ahova bejött Gabi, rágyújtott egy szivarra, és leült, kigombolta az ingét, és azt mondta, hogy elintéztem. És itt megszólalt az órám. Aha. Aztán bedugta a sikerült basszus gitárját, és nem volt neked valami. Nem, semmi. Semmilyen nem volt. És így sikerült fölébrednem, itt 5 órakor megszólalt az óra, de hogy én hogy kerültem a szobába, vagy hogy mi lett az elefánttal, vagy azok mit
akartak egyébként ott velem csinálni, az semmi ennek, nincs ennek, meg. Ennek kell, hogy legyen ennek az államnak egy üzenete. Minden valami... államnak van üzenete, én olyan dolgokat álmodok, nagyon beteg dolgokat álmodok. Mesztelen volt legalább az indián lány? Nem, fekete haja volt. Igen. Fekete haja volt, apró volt, és nagyon helyes arca volt, és ő valahogy a Gabival megállapodott. És én már a szobában tudtam meg, hogy nem akarnak megölni, mert megszületett a megállapodás. Mindezt úgy, hogy ő leült egy székbe, és így jó, nyugi, megállapodtam velük, nem fognak megölni. És itt vége lett az álomnak. Ki dobhatott fel helyzet, Lajos? Mert igen, lehet, hogy Lajos már rég megsütötték kint. Ez volt. A legrosszabb része az volt, amikor üldözött az elefánt. Az konkrét halálfélelem. Az elefánt valamiért berágott rám. És ez nem volt jó. Hát a megéletését, a kenyerét vetted volna el. Valami nem tetszett. Én tudom, hogy mi az üzenetenek az államnak. Na, mi az államnak? Az az üzenete, hogy ne akart felszabadítani azokat, akik nem akarják. Így van, illetve, hogy mikor lefekszel aludni, egy társós magyarul tegyél magad mellé, mert az az elefánt ellen jó. Az jó? Szeretik a... Akkor megáll az ágyamnál? Az álmoskönyv szerint megkerestem az elefánt jelentése. A hatalmas, de nyugodt állat a biztonságot jelentheti számodra. Most ehhez képest, aha, igen. Ez miért akart megölni? Figyelj, olyas valakire vágysz, aki megtestesíti mindezt. Jó barátokra, ismerősökre, állandóságra az életben, és itt jött Bocskor Gábor. És itt jött Gabi. Hogy megoldást Gabi is adtál az álmomban. Ah, az jó. De mi ez Krudi? Hát online. Krudi nem annyira tudom komolyan. A Krudi elmondta, hogy inkább egy szép irodalmi könyvet ír, mint hogy valóban álomfejtsen, de szóval online álomfejtsen, és elefánt. Biztonságra vágyok. Tehát miért akart meg? Miért nem bújtod oda? Miért nem bújtunk össze? Miért nem hívott kisgazdámnak? Vedd föl a hátára. Gábor. hogy képzeled? Nem, ha elefántra vágyom. Tehát, hogyha a biztonságra vágyom, akkor az elefánt miért akart megölni? A biztonság akart megölni? Vagy mi akart bántani? Ez összes álmos kérdés. Járd a saját utadat, ne foglalkozz másokkal, ne törődj az ő életükkel, ha ők látszólag is rabszolgaságban senyvednek és kiszolgálnak másokat, és az egész életük semmi másról nem szól, csak a szolgálatot, te ne akard őket felszabadítani. Jó ez így neki. Ez az egyik üzenete, a másik pedig az, hogy menj át ma este egy tálca pitével. Bocska. Most már át kell mennem. Most gyerekek, most nincs mese, most már át kell mennem. Szia, Andi, bocs, hogy zavarok. Nem megyek be, csak hoztam egy kis sütit, és köszi. Mondjátok meg, légy szé, Gabi. És köszönöm, hogy megmentett. Állna az Andi, nézem, honnan mentett meg. De soha nincs nektek ki, amire én minden nap tudok olyat mondani. Olyan beteg álmaim vannak, és olyan erősek, és olyan intenzívek, hogy... Egy időben képes voltam arra, hogy fölébredjek, most sajnos ezt nem tudtam megcsinálni, hogyha üvöltök, vagy tudom, hogy ez egy álom, akkor szóltam magamnak, hogy ez csak egy álom, és akkor ébredj föl. Ezt nem tudtátok csinálni? Olyan álmaim is voltak, amikor tudatosan tudtam repülni, és tudtam, hogy álomban vagyok, és nem tetszett az álomban történő dolog, akkor felszálltam, és arrébb repültem. Semmilyen? Nekem volt ilyen, de nem üvöltve. Na ez csak egy álom! Sajnos! Álmodban tudtad, hogy te álmodsz? Nincs olyan? Fel tudtam ébreszteni magam. Tehát amikor már tényleg nagyon, mert én elég sokszor álmodok ilyen elég durvákat, és akkor... A zombik, mi? Akkor például. De valahol élvezem egyébként őket. Tehát, hogy én is ezek a menekülős álmok, ezek amik így végigkísérik gyakorlatilag az egész életemet, és amikor már nagyon durva, amikor már nagyon szélsőséges a helyzet, akkor így fel tudok ébredni. De utána percek kellenek még ahhoz, hogy, lehet, hogy magamhoz térjek, hogy na most már ébren vagyok. Lehet, hogy ez az egész jegyet vásárolja, jön az ellenőr. A lelkiismeretet. Elkapnak majd ott a fogaskerekű, hogy nem tudtam jegyet venni. Ez annyira megviselt, hogy este az ellenőr egy elefánt. Elefánt képében mutatkozott meg. Igen, és akkor lehet, hogy az a kis... És a Gabi? Hát, ahogy igen, hogy a szerintem, félvárja, próbáljuk behelyettesíteni a dolgokat, de hogy érzem, hogy mindig köztük van egy ilyen kis feszültség, akkor szerintem a Gabi a tarlós, a kis ember pedig, akinek kihozta a jufát, az a vitézi. és együtt magamra haragítottam a vitézit, igen, meg a vitézit. És az elefánt volt a fogaskerekű maga. Bölcsesség, testi erő. A micsoda? Másik jelentése az elefánt. Na hát igen, most akkor Bocskor Gabi nincs benne az álomfejtő szótárban. Tehát akkor az állat lefordítva a Gábor visszatér, és a Gábor idejön a mi helyünkre, és elveszi a biztonságot, ami a munkát jelenti, és a munka a biztonság, amit majd Gabi elvesz. Nem, akkor ha az elefánt a biztonság, és Gabi jelennek, és Gabi mentett meg az elefánttól, akkor Gabi elveszi a biztonságot. Az a baj, hogy... Nem, hát akkor próbáljuk így átkonvertálni. Én ennek nem tudnék feltétlenül örülni, mert ez azt jelenteni, hogy te egy picit megváltásként élnéd meg azt, hogyha ő idejönne és elvenni a mi munkánkat. Miért ér? Hát azért, mert a Gábor megmentett téged.
az elefántól. Az elefántól, így van. Így van, tehát ha ő ide jönne, akkor egy kicsit megmentene téged. Ergo, te egy picit örülnél neki, hogyha ő ergo, ide... úris, nem, szikora nem volt. Benne. Nem, a Robi nem volt. Szikorában még nem álmodtam. Bari Pászkvales. Nagyon sok mindenkivel álmodtam, de... A szikorában még nem álmodtam. Lehet, hogy le kéne állnom este, a nem? Szerekkel. Hát igen, vagy gyengébbeket kéne. Vagy átállni így gyengébbre. Van. Vagy, így vagy igazából szerintem teljesen minden ügy is csak az a lényeg, hogy milyen testről szívott fel. Lehet a szódabikarbóna. Igen. Nem volt semmi hatalmas nagy zabálás este, meg semmi, nem csak ilyen. Hat utáni már alig eszem. Nem, egyszerűen vágyom rá. Tehát nincs, hogy betérdelek 10-kor a hűtő elé, és... Igen, de jó az pedig. És éjjel is megriadok, és lemegyek. A töltött káposztára. Nem, tehát ez nincs szokásos kis csokoládékrémes falatommal zártam az estét 6 órakor. Egy kanállal elfogyasztottam. Tudsz élni. Egyel? Tessék? Egyel, csak egy. Egyel, ez most 8-ra csúszott, mert egyébként a fogaskerekű kanál. Merő kanál. Egy kanál, de az merő. Annyi. Azt fogom, hogy lejegyzetelem ezeket az álmokat. Uh-huh. Tehát lejegyzetelem, és megnézem egy hét után, odaadom valami szakinak, hogy állítsa ki. Mert bárkivel beszéltem, én még nem találtam olyan emberrel, aki ilyen beteg álmokat tudott volna létrehozni, mint én. Tehát, hogy valami erős agyi tevékenység van éjszaka, amit nem tudok megfejteni. Ez mindig történik. A legtöbben nem is emlékeznek rá. Igen. Mindenki fölébred és emlékszik. Emlékezel, és, de mondjuk van is mire. Tegnap már úgy aludtam el, hogy nem akarok álmodni. Tehát már amikor előre stresszelsz azon, tudod, hogy valami biztos, hogy megint fogsz álmodni. És így milyen jó lenne, mondom, egy álommentes éjszaka. Erre mi volt? Üldözött egy elefánt. Érted? Egy ilyen safari parkban. És így balra lépett, jobbra lépett, balra lépett. És láttam a szemébe, hogy ő nem viccel. Szóval, hogy ez nem egy jó állapot. Megvan a könnyed kecses mozdulatokkal operáló elefánt. Ja, hát. Jobbra, balra, jobbra. Igen. Igen. Hát igen. És lehet, hogy nem csak te vagy az egyetlen, aki ma erről mesélte. Lehet, hogy valaki más is. Ja, Andi, nem hiszed el, hogy mi volt ez. Olyat álmodtam, hogy Balázs leesett valami. Elefántról, őrjöntek körülött, oda mentem, megmentem. Mi van akkor, ha az összes ember ugyanazt álmodja a világon, csak te más szereplő vagy, valahol most Új-Zélandon van egy lány, aki arról álmodott, vagy a Gabi, vagy bárki, hogy egyébként ő elefántként üldözött egy ártatlan szőkehajú fiút. Érted? Mm-hmm. Tehát, hogy várjál, megpróbálok követni. Te lennél az ártatlan szőkehajú fiú? Nem, az új-zélandi kislány azt meséli el ott a kis, nem tudom, jólopuki barátnőjének, hogy képzeld el, milyen fura álmom egy volt. Volt egy srút a fején, nem tudott felmászni egy nyomorult elefánt. Elefánt voltam. 10-ből 9 lesz meglépi. Igen, elefánt voltam. Jött egy fiú, aki beszólt nekünk elefántoknak. Nem ismertem, hogy ki az a fiú, de nagyon nagy rémület volt a szemébe, és én elefántként egy kunyhó mögé bújva próbáltam előlépni balra, előlépni jobbra. Igen. Próbáltam megnyugtatni, de ő csak menekült szaladt előle. Igen, menekült szaladt előlem. Valamiért mindig elfutott, és jött egy fura mélyhangú, szintén fura nyelven beszélő férfi, kigombolt inge, szivarral a kezébe, aki letárgyalta egy indiánnal, hogy ne egyék meg azt a szegény fiút. És valahol most, mit tudom én, egy új-zélandi reggeli rádióműsorban ugyanezt meséli, csak ő az én álmomban az elefánt volt. Tehát mi a biztosíték arra, hogy nincs álom és álom között átjárás? 7 milliárd ember 7 különböző milliárd félét álmodik, vagy lehet, hogy most egy kínai fiú valahol egyébként az az indián volt, akit Gabi megmentett? Már hogy vagy engem? És vajon az elefántok is álmodták ezt, hogy téged üldöznek? De most egyen az elefánt azt mesél az elefánt feleségének, hogy képzeld, de ott egy baromságot álmodtál. Olyan álmom volt, egy fura európai fiú akart minket felszabadítani, berágtam, el akartam kapni, de közben csak megsimogatni akartam, felvenni a vállamra. Tehát, hogy mi van akkor, ha nem álmodunk 7 milliárd különbözőt, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy szerepelünk úgy egymás álmaiban, hogy valamit megtestesítünk, nem? Ez nem lehet. És akkor így a perifériáknak kapcsolódik mindenki a másik álmához, nem közvetlenül ugyanazt álmodja, hanem és akkor a távolban láttam valami csődületet, rohangáltott valami elefánt, meg egy szőke csávó körbe, de az nem az én álmomhoz kapcsolódik, csak úgy láttam, hogy ott valami történik. Igen, tehát vannak és a kapcsolódó álmok, hogy már az én perifériás látásomból láttam, hogy ott valami történik, de az már más valaki álmodja, aki azt mondja, hogy üldözött ott valami szegény európai fiút egy elefánt, de nem tudtam vele foglalkozni, mert rám lőtt. Igen, épp és az, aki lőtt... voltam egy közeli fán, amikor azt láttam, hogy... Érted, hogy vagy például valakire nagyon erősen gondolok. Tehát, hogy mi mondjuk egymásra gondolnánk te megél lefekvés előtt. Fú, ó. De én nagyon jó, hogy szerepeljek a jelni álmában, szerepeljek, ott akarok lenni a bali álmában, ott akarok lenni. Hát emlékeim szerint többször álmodsz a Bocskorral, mint velem. De lehet, hogy Gabi rám gondol? Egyébként simán lehet. Hogy mind a ketten nagyon akarjátok ezt a dolgot, és ezért történik meg. Hogy valami lehet, hogy sokszor találkozunk. Te nagyon mennél, ő nagyon jönne. Sokszor találkozunk, és én átintek neki, ő visszaint, és
Lehet, hogy ebből van, hát egy helyen lakunk, ez ugye nem titok, elég sűrűn találkozunk. De mit tudom én, mi ketten erősen egymásra gondolunk. Mondjuk ma este, lefekvés előtt, és megpróbálok belekerülni az álmodba? Nem lehet egy ilyen álombeli találkozás? És reggel fölkelünk, és elmeséljük, hogy ugyanazt álmodtuk. Az mennyire durva lenne? Most gondold el, végre egyszer lenne egy, hogy elmondanád, én is leírnám, te is leírnád, kihajtanánk a papírt, és kiderülne, hogy ugyanazt álmodtuk. Az baj, hogy nálam, tehát vagy nagyon erőszakos, vagy nagyon erotikus álmaim vannak. Tehát, hogy most vagy az egyikbe, vagy a másikba keverednél bele. Most picit félek tőle, hogy a... Na, ma este próbáljátok ki, mind a ketten lefekvés előtt. 10 percet mantaráztok a másikról, na? Igen, nagyon gondolják egymást, hiszen hétfőn bejönnék, és azt mondják, képzeld el, fél Feriről álmodtak. Én meg az elefántról. Tanultam régebben ilyen tudatos álmodást, hogy hogy tudod beprogramozni már az agyadat lefekvés előtt arra, hogy te mit álmodjál, mit kell megtolni az álmaidból, hogy ébredjél föl, hogy emlékezzél rá, és eljutottam odáig a tudatos álmodás könyvvel, hogy meg tudtam azt tanulni, hogy bármelyik pillanatban tudtam például repülni. És azt akkor nagyon sokáig használtam, hogy tudtam, hogy álmodom, és abban a pillanatban, hogy tudtam, hogy álmodom, abban a pillanatban tudtam, hogy én akkor most tudok repülni, először csak fáról fára, és utána eljutott már odáig ez a fajta gyakorlás, hogy bármelyik álomban teljesen tudatosan tudtam repülni. Tudod, mennyire jó? Transatlanti járat. A repülés ez nagyon jó. Az tudod, mennyire jó, amikor elkezdesz verni a kezeddel, és hogy ne tudnál. Igen, és fut hozzá egy kicsit, hogy sikerüljön a felszállás. Mindenki tudja, milyen jó, amikor versz a kezeddel. Nem? Elkezdesz nagyon csapkodni, és sikerül a felszállás, és ilyen veszel egy nagy levegőt, és így érzed a gyomrodban, hogy ilyen nagyon könnyű vagy. Ilyen nagyon könnyű vagy, nagyon jó minden, és repülsz, és utána elkezdesz fölúszni azokon is kis termikeken. És tudod, hogy álmodsz, és azt is tudod, hogy repülsz. És amikor akarsz, valahol leszállsz. Nem tetszik az álom, megint arrébb repülsz. És az egész úgy néz ki, hogy egy nagy csapással így elindulsz fölfelé. Nem volt nektek ilyen? De. Vagy nincs ilyen? A repülés az nálam sokszor van. Feri, nálad? Zuhanás élmény, de semmi? Igen, én egyre nem emlékszem. Én örülök, hogy alszom. Én nem emlékszem az álmaimra. Tényleg. Végre hogy nyugi van. Hogy lehet ennyire? Végre el tudtam aludni, mert nem kellett fölkörülni. Nincs ilyen, hogy álmod. Szóval tudatos álmodás, ez nagyon-nagyon jó. És aztán vannak fokozatai ennek, hogy kiket tudsz behívni az álmodba, mit tudsz tanulni az álmodból, akkor van egy problémád, akkor megálmodod a megoldását. Akkor hogy vessél véget az álomnak? Igen, erre vannak különböző könyvek, és ezeket el lehet kezdeni megtanulni szépen. Olvasol, és fejezetenként mindig megtanulsz valamit. Nagyon-nagyon érdekes. Na, mindig mondtam, kedves gyerekek, hogy kell tanulni, de túl okosak ne legyetek, mert elefántokkal fogtok álmodni, és a Mocskor Gáborral. De gondold, hogy mekkora misztérium, hogy elkezded irányítani a mindenki teljesen tudattalanul működő álmait, egyszer csak úgy lépsz be az alvásba, hogy már várod, hogy elaludjál, mert tudod, hogy valami olyan történik, amit te kreáltál magadnak előtte fejben. Vagy létrehozol egy álmot, arról is szólt egy fejezet, hogy létrehozol magadnak egy álmot elalvás előtt, és akkor jutottál el jó szintre, ha az elalvás előtti álmodat meg tudod kreálni a saját álmodban. Hogy kreálj álmot? Hát szerintem ezek nagyon izgalmas dolgok, és elkezdtem ezeket gyakorolni. Hogy lefekvés előtt elkezdesz vizualizálni egy élethelyzetet, bármit, és először csak egy pillanatra jelenik meg az álmodban. Aztán megjelenik már az az ember, és elkezd fölépülni az álmodban az, amit te fölépítettél előtte a lefekvésnél. És megmondja a megoldást, ha problémát hát, keresel. Ha van egy konkrét megoldásod, akkor igen. Tudod, mint a versmondó lány. kijön a könyvből. Nézzük meg, hogy hallgatóink hogy tudtak rácsatlakozni erre az álomra. Van-e kollektív álmodás? Jó, például ilyenre gondolok, valaki írja, hogy gyerekek, az álmomban a Bocskor ellopott tőlem egy szivart. Tehát azzal a szivarra jelent meg nálam, amit ugye annál a hallgatónál lopott el. Egy dohányüzletben dolgozol? Tehát lehet, hogy egy másnak egy álom az úgy indult, hogy bejött Gabi szivarral, egy aranyaklánccal, lopott egy szivart, az én álmomban már megjelent szivarral. De ki tudja, hogy ment tovább? Aha, vagy biztos, az elefánt hogy száll tovább utána egy másik álomban? Mi lenne, ha mondjuk Arnold Schwarzeneggertől kapta volna ajándékba? Álmodott-e valaki olyat? Keresjük meg akkor azt, akinek Arnold Schwarzenegger adott ajándékba egy szivart, amit tovább ajándékozott. Vagy Árni valahogy valakinél megjelent. Simán lehet. Kutatták már ezt a nagy kollektív álmodást? Nem kutatták, nem? Hát... Hogy szerepelhetünk-e egymás álmodban? Szerintem volt már ilyen. Tehát, hogy olyan, amikor egyszerre, itt tudom én, 20 embert összegyűjtöttek, és akkor egy kísérlet során vizsgálták azt, hogy összetudnak ők csatlakozni? Igen. Uh-huh. Ez egy nagyon, igen, egy nagyon izgalmas dolog. A picit ilyen eredet. Hát ott ugye a gondolatokban, ott a gondolatokat lopták el, ott mélyebb és mélyebb szintekre mentek, igen. Ott ugye egymás gondolataiba épültek be, vagy a tudatalattiába, és a tudatalattiából loptak el ugye gondolatokat.
Ugye, az a Leonardo igen, DiCaprio igen, film. Igen, igen. És az álomban is tudtak álmodni, hogy még hogy mélyebbre menjenek. Hogy szintre menjenek. Három olyas szint volt, és a harmadik szint aljára kellett Én este kunyhó voltam, már nagyon untam, hogy körülöttem szaladgál egy elefánt. Igen. Meg, meg egy úri ember. Meg egy úri ember. Úgy, de jó vagy. Na, tehát igen, na ez, erről van szó, hogy ki hogy jelent meg ebben az álomban. Mint fegyverhordozó, mint tájben szülött, aki egyébként idomítja az elefántot? Jó, a hangát be tudjuk emelni az elefánt. Úr is, a hangával nem akarok álmodni. De hát a kollektív álom miatt, hogy ki volt benne még, vagy ki álmodta ugyanezt. Igen. Ez nagy misztikum ez szerintem egyébként. Szóval te nem vagy ilyen nagy álom emlékszem? Nem, nagyon régen, a repülésre emlékszem, az még fiatal koromban volt, de akkor az egyszernek volt közelhető, amit egyszer kipróbáltam, azóta se. Üldöznek, és nem tudsz futni, és elzsibbad a lábad, és nem tudsz lábra állni, az sincs nektek? Nem szokott lenni? Hogy ez a tudod, hogy haladnod kell, tudod, hogy sietned, és abban a pillanatban elgyengül a lábad, és nem tudsz fölállni a lábadra. Arra érdekes, hogy engem mindig úgy üldöznek, hogy mintha utol érnének, de soha nem érnek utol. Tehát, hogy mindig azon, hogy nagyon-nagyon közel vannak már hozzám, ott liégnek a nyakamba, és nem érnek utol soha. És akkor ilyenkor mondod magadnak, hogy gyors vagy. Szóval igen, hold, de jó vagy, hold, de kis fürge lábaid vannak még mindig. És nem kapnak el? És nem kapnak el. Tehát, hogy az a dolog. Általában az szokott lenni, hogy valami hatalmas toronyházban menekülök, általában ilyen félig már bomlásnak indult delikvensek elől, és jövök, megyek, és én nagyon pici szűk nyilásokba szuszakolom be magam, és azokon keresztül jutok át ilyen másik helyiségbe, és akkor ott is találok valamit, és kimászok általában a tetőre, az nagyon sokszor van, hogy a tetőre menekülök. Aha. Azért, hogy ne tudjanak elérni, és akkor a végső mentség az általában a repülés szokott lenni. És akkor fölrepülsz, mint egy kis kolibri? Igen. Az menő. Igen, és akkor így nézzétek, ott repül. Veszítek a magasságomból mindig, és akkor elkezdek csapkodni, és akkor így szépen lassan így megyek így följebb. Megyek így följebb. És belerepülsz a felkelő napba, ahol a vámpírok már... Nem, általában szokott lenni, hogy ilyenkor megkeresem régi általános iskolás osztálytársnőimet, és megnézem, hogy zuhanyoz. De és ilyenkor... Csapkodsz de nem a mostani állapotunkban. És mit jár, csapkodsz a fürdőszoba ablakban? Egy helyben... ne süllyedjek még le. Vagyok! Nyisd ki! Várj, Kati. Hogy gondolkodjon? Figyelj, 8-9 órát alszunk, ezt valahogy ki lehetne tölteni hasznosabban, hát elfecsérelt idő. Hát 60 éves vagy 20 évet aludtál nagyjából, nem? 8-9 órát alszunk? Hát akkor mondjuk azt, hogy 6, de az egyharmadát átalszod az életednek. Igaz, ugye? Tehát mondjuk vagy 60 éves, ugye kiskorodban aludtál 14-16 órát, utána kevesebbet, tehát átlagban kijön mondjuk a 8 óra. Az első 5 évben sokkal többet, aztán sokkal kevesebb, 8 óra. Tehát 60 évből nem csináltál mást, mint 20-at aludtál. Ez önmagában borzasztó. Borzasztó. Teljesen tétlenül feküdtél, mozdulatlanul csorgott a nyálad és aludtál. Nyilván fiziológiai szempontból nagyon hasznos a testnek, de elfecsérelt idő. Hát akkor miért ne tanulmányozza az ember azt, hogy hogyan tudna egy kicsit tudatosabb dolgokat csinálni? Engem ezért kezdett el érdekel, mert rohadtul idegesített, hogy nem hiszem el, hogy 60 évesen ott ülök majd, és azt mondom, hogy 20 év. 20 év, hát akkor legalább töltsük el valami hasznosan. Valamit csináljunk. És nagyon bonyolult volt a könyv, még nagyon hosszú, meg nagyon nehéz, tehát nagyon sokat kell gyakorolni lefekvés előtti feladatok, felkelésnél leírni, hogy mit, tehát hogy hosszú-hosszú feladatok vannak benne, de mégis valahogy használjuk ki ezt az időt tudatosan. Nagyon szórakoztatott egy idő után. Aztán ide jutottam, hogy egy elefánt üldözért. Fölkelek és próbálok rá magyarázatot találni. Most kicsit visszafejlőztem. Tök érdekes lenne, hogyha az ember tényleg alvás közben ebben a tökéletesen passzív állapotban így tudna valamilyen energiát termelni, vagy valamilyen munkát végezni. Az a baj, hogyha az agyadat nem használhatod munkavégzésre, mert akkor nem pihen. Akkor meg ugyanolyan fáradtan fogsz felkelni. Az alvás közben. De mondjuk a nyomási energiát, azt nem lehetne? Jó, nyilván én kevesebbet, Feri többet, de hogy csak a passzív nyomási energiával tudjál valami energiát termelni. Hogy fekszel? Igen, hogy valami értelme legyen az egésznek. Már azon kívül, hogy pihensz, meg regenerálódsz. Igen, olyan kidobott idő, de 20 év, 20-25 év alvással ment el. Hát az borzalom. Az borzalom. Az egy harmadát tulajdonképpen az életednek átaludta. Nem? De bizony egy harmad. Kemény. Ez nagyon kemény. Álmomban ázsiai benszülött lány voltam, és bocsi, nagyon elintézett. Pedig én veled akartam lefeküdni, azt hittem ez van. Igen, nekem Bill Clinton adott egy szivart, de nem álmomban. Írj egy hallgató. Megtalállak úgyis, Dumbo. Leszakítottad a félfülemet. Igen.
indián lány vagyok, álmomban egy éretlen, világos fiú félbe menekült tőlem. Én csak elefántos rituális táncot akartunk vele járni, így egy hallgató, igen. A támadó elefánt jelentése bizalmatlanság, gyanakvás. Na? Bizalmatlanság, gyanakvás. De ki ellen, aki benne volt az álmodban? Vagy ő ellene nem? Hát mehet? Vagy egy élethelyzet ellen, nem, ezt az ember nem tudja megfejteni. Na jó, nézzük meg, hallgató, hogy milyen beteg álmokat szoktak. Találunk-e bármiféle egyezést, jó? Ki az, aki emlékezik bármiféle álmára, vagy megmarad benne valamilyen gyerekkori álom, amit nem tud kiheverni. Egyáltalán hány olyan ember van, aki vissza tud gondolni arra reggel, hogy mit álmodott? Állítólag minden élethelyzetre az álmodban kapsz megoldást. Aha. Ez is egy érdekes helyzet, csak mivel vagy nem emlékszel, vagy nem tudod tudatosan nézni a képeket, így nem tudod megfejteni. Pedig az agy állítólag folyamatosan megoldó képleteket küld. És azt is írjátok meg, hogy mit ittatok előtte. Vagy csak a részegember álmodik? Vagy miért? És azt is írjátok meg, hogy mi volt akkor Demcsák Zsuzsán. Volt-e egyáltalán valami? A Demcsákkal még nem álmodtam. Eddig igény volna rá. A Demcsákkal még nem álmodtam. Miért kínzod magad? programozzam be, hogy legyen egy péntek esti álom a Demcsákkal. Na jó, a 7:05 várjuk az SMS-eket. Uwe bácsira, Beru nénére egészen bátran lehet már most jelentkezni SMS-ben. Mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 múlt pontosan egy perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Az álmokról beszélgettünk, és arról, hogy kinek mi maradt meg, mint rémálom, vagy ki mennyire beteg dolgokat álmodik. Hát hál' Isten azért, tehát, hogy... Nem vagy egyedül. Nem vagyok egyedül. Ez egy szép kollektív tudatállapot, ami összeköt bennünket. Olyan álmokat küldtek nekünk a mi hallgatóink, ami elképesztő, hogy ki, kinek, mikor szerepelt az álmában, mi történt, és hihetetlen. Csak egy-két élménydús álmodás azoknak, akik esetleg soha nem álmodnak, vagy inkább úgy mondom, hogy nem emlékeznek rá, mert úgy állítólagosan mindenki álmodik, hogy miről maradnak le este, ha csak lefekszenek tudatlanul. miről maradnak le, hogy milyen szép dolgokat lehet csinálni. Én egyszer azt álmodtam, hogy egy medve elől menekülök az utcán, akinek a nyakában az egyik haverom ült. Utolértek és drótkefével dobáltak. Kettő belállt a karomba, kettő meg a combomba. A fájdalomra ébredtem föl. De álmomban szeretkeztem már a Predátorral is. Legyen szép napotok. Wow. Meri küldte nekünk. Én is szeretem hosszú jó lányokat, de a Predátor az nem az esetem. 9-10 éves voltam, táborban voltunk, és azt álmodtam, hogy egy sapkás, nem valamilyen szemű alak áll létrán az ablak előtt. Második emeleten voltunk, nagyon valóságosnak tűnt. Reggel felkeltem, meséltem a barátnőmnek, és azt mondta, hogy ezt ő is álmodta. Azóta nem szeretek úgy aludni, hogy nincs behúzva a sötétító. Engem éveken át egy medve üldözött, borzasztó volt, egyszer utolért, megharapott, nagyon fáj, de ez volt az utolsó medveálmom. Azóta kupcserepekről ugrálok le. Az én álmom a következő volt, melplasztikán voltam, de a bal mellembe már nem maradt szilikon, csak ropi törmelék. Így azzal tömték ki, közben az egyik tanítványom fogta a kezem. Azért, amikor ropi törmelékbe jön a doki, nem? Aha. Egyszer azt álmodtam, hogy Kozsóval beszélgettem a Népfürdő utcánál, arról, hogy a félig lebontott Árpád hidat nekem adja, de csak akkor, ha róla nevezem el. Jó, ide jó. Ekkora bizniszmen a Kozsó, nem is tudom. Meg ilyen érdekes, hogy övé a híd, de nincs elnevezve, és nem róla van elnevezve. Igen, és akarja, hogy róla legyen elnevezve. Nekem visszatérő álmom volt, hogy Disney figurák Mickey Egér és bandája halára csikiznek. Ennek mi a jelentése, mondja meg valaki, Zsozsó kérdezi ezt. Valószínűleg utáltad a rajzfilmeket, nem? Mindig leültettek. Anyádék ahelyett, hogy veled játszhatunk. Na, ülj a tévé elé, fiam! Kiskoromban évekig visszatérő álmom volt, hogy egy gnú csorda üldöz az oroszlán királyból, én futok előlük egy biciklit tolva. Arra soha nem jöttem rá, hogy miért nem pattantam fel a bicóra, kérdezi Kata. És el tudja. Ugye, hogy ezek teljesen megmagyarázhatatlan dolgok. Igen, ez na, például, hogyha én álomfejtől lennék, akkor erre azt mondanám, hogy az a probléma veled, hogy sokszor a kézenfekvő megoldások ott, bár ott vannak melletted, nem élsz velük. Tehát ott van melletted a bicikli az álomban, meg tudna menteni a gnú csordától, de mégis tolod magad mellett, ahelyett, hogy felpattannál rá, és azzal elhúznál, és megúsznál dolog. Tehát, hogy valahogy elmész a kézenfekvő megoldások mellett. Na? Nagyon jó. Ez nagyon jó. Hogy utálom az ilyen típusú magyarázatokat, de valóban, ez semmi logikus. Logikus egyébként, igen, csak nehéz ezeket valójában megfejteni. Munkahelyemet megtámadta, öt rockernek öltözött óriási disznó.
Az jó, nekem az tetszik, ez a szülő. Egyfolytában fejelték az ajtót, és engem kerestek, de megmentett a nővérem úgy, hogy hívott 10 hentest, akik levágták a disznókat. Nem voltam éhes, amikor felkeltem, ezt öcsi írta. Nagyon szép álmok vannak. 16 évesen cserkésztáborban két fiú között aludtam, reggel mindketten azzal az álommal jöttek, hogy valaki boldoggá tette őket. Érdekes, én meg azt álmodtam, hogy csak sieltem. Jó, igen, hát ez klasszik. Csak sieltem. Igen, ez nagyon klasszikus, igen. Egyszer azt álmodtam, hogy terhes voltam, és szültem 27 darab zsemlét fóliába csomagolva. 27 darab zsemlét. Istenem, ilyenkor kicsit mindig úgy megnyugszom, hogy jól van, Bali. Nincs nagy baj, hogy téged üldözött egy elefánt, és jött Gabi egy szivarral a kezébe, aki elintézte az indián törzsfőnök lányát. Semmi baj. Tehát ehhez képest 27 darab zsemlét valaki megszül fóliába csomagolva. Férfi vagyok, hozzáteszem. Írja az SMS íróját. Nem dolgoztál korábban esetleg az utasellátónál? Igen. Balázs Kár, hogy felébredtél. Én voltam a szék, amin a bocsi ült, és hallottam, hogy én leszek a naphallgatója. Ja, igen. Párommal egy hotel erkélyen készültünk összebújni. Jött egy SMS, hogy feljelentettek minket szemérem sértésért. Az elmúlt éjjel írja Eszti. De döbbenet, hogy tényleg milyen fura SMS-ek vannak. De ez álom? Igen. Balázs, a múlt héten veled álmodtam. Egy medencéből léptél ki, nedves testeden megcsillant a napfény. Tekintetünk találkozott, és rám mosolyogtál. Meghívtál egy kávéra, és számot cseréltünk. Üdv, Sanyika. csak a szokásos. Na, hát ilyen álmok jöttek, ugye? Hogy azért ez szerintem egy kollektív élmény sokaknak, és szerintem engem értenek sokan. Jó, de nincs gond egyébként, mindenki beteg. Mindenki, persze. Aki nem álmodik, az itt nagyon fontos és jó dologról marad le. Igen. Na, jól van. Oké, köszönjük szépen. Hát még van egy-kettő erotikus tartalom, de azokat nehezebb. De az mind rólad szól, megint úgy. Nem, rólam, csak azokat nem tudom beolvasni, hogy kikivel, és hogyan talált egymásra, és utána milyen szomorúan ébredt, ezeket nem lehet nagyon beolvasni. Na, jó van. Oké, Óven bácsi és Beru néni már is a játék, a játékosunk pedig már itt is van. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Csak hogy azért még egy utolsó, hogy hova lehet menni beteg álmokba, hogy mennyire nem vagyok sehol. Azt álmodtam, hogy lenézek a földre, és egy törpeharcsa testű borjúfejű lény kúszik előttem, olyan nyálkanyomot hagy, mint egy csiga, és folyamatosan nyávog. Miközben pontyok, egy disznótető betonvájú szélén az uszonyukon támaszkodnak, és tapsolnak egy vidéki foci meccset. Mondd is a felét. A tag folyik, a taknyom. Hát nem csodálat. Jó, benyomtál meg a fekvésest. Alig várom az estét. Halló, jó reggelt! Hellótok, sziasztok! Hello Balázs, honnan hívsz minket? Drégei Palankról hívlak, de Szlovákiából vagyok, finomból. Ó, jó. Hát hallatszik, milyen klasszul, milyen ízesen beszélsz, igen. Nagyon jó. Mit csinálsz Drégei Palánkon? A mi autónkban gyártok tötegeket. Aha. Alkatrészeket, igen? Igen, olyasmi, alkatrész. Jól van. Van, aki segít, vagy egyedül kell ezzel most megbirkóznod, vagy vannak kollégák? Vagyunk négyen kolléganőim is, hatra jöttek. Na, és milyen alkatrészt csinálsz éppen? Mi a munkafázis, vagy a folyamat? Én áram körint tolom át a kötegeket, amik utána műszerfalba lesznek beépítve. Ja, kábelköteg. Igen. Az én dolgom az, hogyha megnyomod a dudalt, akkor a 4-es index nyilogjon. Ez amúgy jó. Minden mi autónkkal közlekedő nevében nagyon szépen köszönjük, hogy ez jól tud működni. Oké, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Jó van. Hát ez egy konkrét lánctalpas. Ez igen. Csak nincs zsírozva. Megjöttek a javák. Az új protokolldroidokkal. Igen. Mutatjuk, mit énekelnek. Egy rövid részletet, figyelj. Ó, hát ez. Ha persze. Hát figyelj, Ergo rajongó vagy? Igen. Nem igazán, de hallgatok. Hát ez nincs ember, aki nem ismeri föl. Egy jó kis dal. Bizonyám. Ó, de nagy sláger volt ez. Balázs, megvan az ajándékcsomag, egy gyönyörű bögre és minden más. Gratulálunk! Ügyes vagy, nagyon. Nem is kellett segítség, nem? Annától kérdeztem, hogy magyar lesz, vagy angol, de azt mondta, hogy nem tudja, nem látta. Ne, azt mondta, hogy svéd. De szerencsém volt, ez könnyű volt.
Oké, Balázs, ügyes vagy. Jó hétvégét, küldjük az ajándékcsomagot. Köszi, hogy minket hallgattok. Ciao, jó munkát nektek. Hello. Hello. Hú, emlékszem, hogy gyerekkoromban először láttam a klipjét ennek az Ergo számnak, és én ugye hivatásos katona szerettem volna, és engem egy picit összezavart, amikor megjelent ilyen terepszínű göncökbe, illetve nem is ilyen keki cuccokba, a Rob és kitűző. Enyhén feminin, de ballag a katona. És mondtam, úristen, ilyen lesz. Ez a karok lenni. Ilyen lesz. Tényleg ez a karok lenni? Jó, hová de amikor a gidák bejöttek azért, akkor mondtad, hogy na jól mehetünk. Megjöttek a nővérkék. Igen. Igen, most írjuk, hogy mekkora volt a 4-es index. Ja. Vágjátok, hatalmas 4-es index, igen. Na, egy nagyon érdekes vendégünk lesz a hírek után, aki hoz mindenféle kütyüt magával, és vérvitalitást mér, vércsepp analízis alapján. Ez egy baromi jó dolog, én erről nagyon sokat olvastam ki, még nem próbáltam soha. Nem kell bonyolult vérképet elemezni, nem kell bonyolult vérvételre menni. Nem kell 600 vizsgálatot elvégezni, egyetlen egy vércsepp alapján ő belenéz egy ilyen spéci mikroszkopba, és megmondja, hogy milyen állapotban van a te szervezeted, mennyi oxigén van a véredben, mennyi te salakanyag, jó, mennyi szabadgyök, mennyi antioxidáns, mi az, amiből sok van, mennyi vitamin, mi az, ami hiányzik, tehát egy apró kicsi vércseppből egy meglehetősen jó, és ugye fontos analízis lehet adni az egész testre nézve. Ez az úgynevezett élő vércseppes analízis. Hoppá. Vérvitalitás. Uh-huh. Miért megnézi, milyen alakjon a vércseppnek, hogy néz ki, be van esve, domború, nem domború, és mindent meg tud mondani. Minden meg tud mondani. Nyilván magunkon fogjuk ezt a tesztet elvégezni. Világos, viszont de... csak orvéren lehet. Igen, légy, gyere, fejelj meg fel. Igen. Ez nem egy konkrét ugye orvos diagnosztikai módszer, ez egy klasszikus állapotfelmérő módszer, ahol rengeteg mindenre lehet következtetni egy csepp vérből. És egyébként egy rakás nehezen diagnosztizálható betegségre is lehet következtetni. Meg én azért szeretem ezeket, mert legalább elindulsz valamerre. Ugye nem csinálsz végig 1000 vizsgálatot, egy ilyen vércsepp vizsgálatot megcsinálsz, és azt mondják, hogy ott van egy kis baj. Ott van egy kis baj, mennyire vagy savas, mennyi toxin van a szervezetedben, gombák, paraziták jelenlét és megállapítható. A dolog baromi érdekes, és azért beszélünk erről, mert hát ha tudunk azoknak segíteni, akik szenvednek valamelyik tünetben, egy ilyet megcsinálnak, elmennek, és baromi sok mindent meg tudnak saját magukról. Úgyhogy egy nagyon érdekes vendégünk lesz, Barna Gyula doktor, aki vérvitalitást mér majd, nyilván erről beszélgettünk, és meg tudjuk, hogy ez hogy épül föl, hogy néz ki, és ki lesz az első. Mert mind hármunkat megnézünk. Gyerekek, kiderül, három tök más életvitel, három tök más életszemlélet, megnézzük, hogy ki milyen állapotban fizikailag. Kíváncsi vagyok, nem? Hogy szerintem teljesen jó. Jöjjenek az egészségesek, a sportosok, és a végén én oda csapatok, jó? Kis kiderül, hogy lehet, hogy jó állapotban vagy. Az a baj, Ferit kell utoljára, mert tőle nála egy csepp is annyi, mint nálunk egy deci. Három perc, pontosan 8 óra ezzel a témával folytatjuk a hírek után. 8 óra, 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri, hello. Sziasztok. Drága Moricsó hallgatóink, itt vagyunk, zárjuk a hetet, csodálatos idő van, úgyhogy igazából tényleg minden oké. Okay. Nem tudom, hogy nem lesz-e bőtje ennek a tegnapi 22 foknak, de minden esetre, ha ez most már végigmegy, akkor márciustól tartó tavasz, ez ránk fér egy kicsit. Tavaly is olyan késő jött a nyár, most viszont nagyon jó időt mondanak. Egészen vasárnapig, aztán egy kicsit borulni látszik a dolog, egy apró kicsi hidegfront megint bezavar, jövő hét közepén már csak ilyen 12-13, egyébként évszaknak megfelelő inkább. De most szenzációs idő van. Most gyönyörű szép, gyönyörű szép, már ilyen kora nyári idő. Bizony. Te nyugtával licsérd az évet, mert hogy azért ez nem annyira normális, hogy ilyen meleg legyen már ilyenkor. Reméljük, hogy ennek nem lesz tényleg, hogy mondtad, bőjtje majd nyáron. Még egy hős? Srácok? Hogy gondoljátok? Még egy fogadás hős? Húák vagytok, féltek. De hogy is csak féltünk téged. Budakeszi úton áll be a sor, nagyon lassú a haladás. Úgyhogy mindenki figyeljen. Még mindig helyszínelnek a rendőrök a ferencvárosi vasútállomás megállónál, a középső sávban áll a teherautó, elette a keresztőzés után személyautó, mindenki figyeljen, mert nagyon nagy a dugó. Zsoki küldte nekünk. Kápolnán a gyöngyös felülérkezőket mérik nagy erőkkel. Az M7-esen a Töreki pihenőnél, a 108-as Kavicsnál vámosok figyelnek Kanizsa felé, ezt Józsó küldte nekünk. Szeged felé van egy trafink, az M5-ösön a 44-es kilométernél páran csúnyán beleszaladnak. Úgyhogy ott is mindenki lassítson, jó a műsor, írta nekünk Ricsi, köszönjük szépen, és még mindig igen, dőlnek az SMS-ek az álmokkal kapcsolatban, de ezt már lezártuk egyébként. Vendégénk egy picit késnek, úgyhogy ahogy belépnek a stúdióba, akkor elkezdjük a témát. Csináljuk ezt a vércsepp elemzést úgy, igen, titokba adunk vércseppet,
Igen. Aha. Ne tudjanak előre sztereotípiákat mondani, és nem tudjuk meg, hogy kinek a vércseppét. Jó, akkor majd fáradnak tűnök most. Igen. Verd át őket, nem is az. Verd át őket, de sok. Én lennék. Verd át őket. Nyomd le egy felest. Nem mondjuk meg, olyan, mint én. Nem mondjuk meg, hogy ki a vércsepp, elfordulunk, megböknek. Aha. Igen. Rácsöpöksz. Igen. Odaadjuk neki. Elemzi. De nem tudja, hogy ki elemzi. Csalás. Kizárva. De jó. Na, raffinált vagy. Raffinált. Hát most tudja, hogy a Feriét kapja meg. Hát persze, hogy azt mondja, hogy jaj, de nagyobb a máj funkciók nem működnek. Ha nem tudja, hogy ki elemzi, ott legyen okos. Érted? Hogy kuncok már a vendégünk között. Jó reggelt kívánunk, dr. Barna Gyula. Hello Gyula, jó reggel. Hello, jó reggel. Hello. Nagy a dugó, sok az autó, vagy nem szeretsz korán kelni? Nem, borzalom volt. Borzalom volt, igen? Igen. Jó, közel a mikrofon. Nyugodj meg, pakolj ki, vegyél 3 mély lélegzetet, hozunk neked egy kis vizet is. Már hoztál magaddal. Ja, hogy te nem iszol akármilyen vizet. Nem. Hoppá, ő az én emberem. Aha. Hoppá, nem iszik akármilyen vizet. Na, szerintem mi megtaláljuk a közös hangot hamar egyébként. Na, ugye ha valaki nem hallotta volna a felvezetőnket, hogy mivel is foglalkozunk a következő fél órában, 3-4 órában szerintem túlcsúzik a hírek után, annak mondom, hogy élő vércsepes analízist csinálunk, ami azért érdekes, mert ez bárki elvégezheti, gyorsan megvan, nem kell hosszú vizsgálatokat csinálni, 100 000 helyre elmenni. Egy apró, kis pici új vegyből vett. Egy apró kicsi vércsepp kell hozzá, amit az új vegyből vesznek, majd ugye ezt mikroszkóp alá teszik. Hát most nyilván nagy vonalakban mondom az eljárást, ennél majd sokkal jobban tudjuk meg a szakértőnktől. És ez nem egy orvosdiagnosztikai módszer, hanem egy állapotfelmérő módszer, ezért hasznos, hogy a testben ugye a lezajló aktuális folyamatokat mi tulajdonképpen megnézhessük. A mikroszkóp alatt a vér minden összetevőjéről, vérlemezkék, vörös vérsejt, fehér vérsejt, mit tudom én, kapunk egy átfogó képet, ezáltal pedig megokosodunk. Hoppá. Milyen állapotban van a szervezetünk? Hát nagyon ne jó. Legyünk hülyék, próbáljuk ki, nem? Hát persze. Feri, kezdj el 4 ütemizni. Akkor legyen egy kis oxigén a véredben. Gyula, hello, jó reggelt kívánunk. Jó, még egyszer sikerült egy kicsit fújni? Igen. Jó. Túl vagyunk az első nehézség. Jó, szinte már leginkább férfiaknak természetellenes közelségben a mikrofont, jó? Tudom, hogy igen. Nem egy gyakori élethelyzet, de hogy fixálni. Igen, tehát szinte érezzük a kontaktot a mikrofonnal. Okay. Na, jól mondtam, hogy ez igazából egy csepp vérből így indul a dolog, maximálisan, ugye? Tökéletesen mondtad el. Vércsepp analízis? Nem, ez mi igazándiból vérvitalitás mérésnek nevezzük. A vércsepp analízis, azt kell tudni, hogy kétféle variációja van. Az egyik az a sötét látóteres, ez az analízis, és a vérvitalitás, amit mi csinálunk egy ilyen egyszerű kis mikroszkóppal, durván 1200-szoros felbontásban dolgozik a kép. Itt azt látjuk, hogy milyen az oxigénfelvétel, milyen a vízháztartása az egyének. Uh-huh. Látunk is nehézfémet, gombát, kálciumot. Aha, tehát tulajdonképpen meg lehet mondani, hogy az ember fizikailag nagyjából milyen állapotban van, milyen élősködő gombák, milyen mennyi oxigén van a vérében, tehát egy ilyen átfogó képet lehet erről így kapni? Igen, legfőképpen ugye igazán azok a szervek, aki még tünet és panaszmentes, uh-huh. Bár vannak olyan panaszai, hogy fáradékony, néha fáj a feje, például a frontnál, ugye hajlamosak vagyunk, hogy megfájdul a fejünk, front van, jaj, jó, akkor front van, akkor nem érdekes. Közben pedig ez már valaminek a jele, tehát jelez a szervezet, hogy baj van. Tehát tulajdonképpen a szövetekben megmutatja, hogy mi lehet később, tehát egy olyan állapotfelmérés, ami már preventív jelleggel mondja, hogy ez vagy az lehet. Pontosan ki lehet számolni, hogy mi lehet, bár az idő intervallumot nem tudjuk, mert azért azt kell tudnunk, amit most látunk, az egy jelen pillanati állapot, de ez úgy működik, mint a tánclépés, hogy 2 előre, 1 hátra, tehát így ide-oda mozog ez, hogy attól függéppen, hogy milyen a vízháztartásunk, mennyire figyeltünk oda, hogy mennyi folyadékot fogyasztottunk, tehát ez nagyon sok befolyásoló tényező van. Vagy éppen előző este valami nagy buliba voltunk. Uh-huh. Ó, azt is megmutatja? Igen? Persze, lehet látni. Akkor én akkor nem érek. Ez most nem egy olyan dolog, tehát ez arra vonatkozik a kérdés, hogy kicsit ez egy exaktabb dolog, tehát ez egy mindenki által elfogadott, nem egy olyan, mint a homeopátia, hogy sokan szeretik, sokan nem. Vagy a biorezonanciát sokan használják, orvosok között is sokan nem, tehát ez egy exakt dolog, ez a vér, ez egyértelmű, megmutatja, az orvosok által elfogadott, így, ugye? Így van, itt a fizikálisan látjuk a vér, tehát itt egy csepp, élő vércsepp, itt alapjaiban annyiban különbözik, amit az egészségügyben csinálnak a vérvizsgálatot, hogy itt a szerkezetét látjuk, ott meg az összetételét látják legfőképpen a vérnek. De érdekes, és ez mennyi, 10 perces vagy egy fél órás vizsgálat? Hát a vizsgálat maga 1 perc. De hogy kielemezzük, átbeszéljük, hogy mik a teendők, az lehet, hogy egy óra is.
egy óra, hogy utána mit kell csinálni, hogy az ember hogy lehet ezt helyrehozni? Lém egyszerű módon. Gyerekek, hát ezt tesztért kiállt, nem? Meg hát kell csinálni. Három ember ül itt a stúdióban, egy nagyon sportos, egy olyan, aki sportol, egy olyan, aki másba hisz. Másfajta életfelfogás, másfajta ételek. Na de hogy ki kicsoda, azt nem teljesen három különböző ember, ugye? Nagyon sok sporttal, nagyon kevés sporttal, mint hát tényleg sok minden. Laci, más csinálunk. Laci, adjunk vért? Ebbe kell benyomni a vért, igen. Hogy csináljuk? Nem akarunk téged előítéletekkel ellátni, azt akarjuk, hogy te ne tudd, hogy kinek a vérét nézed meg. Mit szólsz? Ez azért nehéz dolog, nem? Mert akkor össze-vissza szurkálom az ennyit, ha nem látom, hogy kit szúrok, meg hova szúrok. Aha. Nem tehát tudjuk nem... mi magunkat megszúrni, ne, és rácsöpögtetni az üvegre? Gyereke. Te vagány. Én minden esetre levet közel. Én megszúrhatnám a Janit? Jó, hogy zajlik ez? Hova kell csöppenteni a vért? Hát van itt egy tájlemez, amire igen? majd rá kell csöppenteni a vért. Onnan veszi az ember, ahonnan akarja, akár lehet torokból is, hát de mindegy, hogy mondom. És ez hasonló, mint a vércukormérésnél, vagy egy ilyen kis nyomással megszúrom az ujjam. Igen, van, na, készítsd elő. Mindegy kis kaptál. Hát ez megnyugtató, köszönjük szépen, főleg a Feri után. Hát de nézd! Érted, nehogy rá, átmászol rám valami gombája, aztán érted, felzabálja. Ezt már csak nyomni kell, ugye? Valamilyen, bocsánat, de kimaradt a kocsival. Mit hozzunk? A papírzsebkendő. Papírzsebkendő, mindenünk van. Mindenünk van. Valami nagyon felkészültek vagyunk. Adom is. Ezzel mi is fertőtlenítsük magunkat? Igen, igen, igen. Jó. Akkor azért kell a szájba. Ez igazából csak a mi szórakoztatásunkra, nem mintha te bármiféle okay. máshogy mondanál, csak nem akarjuk előre elmondani, hogy kinek a vérét elemzed. Ugye ezt megnyomom, és az már meg is szúr, ugye? Ezt elismerem. Meg kell nézni. Mint a vércukormérésnél, ugye vannak ezek. Ugyanúgy. Na, tehát előtte fertőtlenítés, megtörölni. Jó, de akkor te most fordulj el, mert hát nem lehet. Gyula oda kapott az arcához, mint egy gyerek, aki ajándékot nem akarom látni. Jó, na. Jó. És az üveg, egy üveget akkor. Adok üveget. Jó. Oké. A szélét fogjad. Na. Igen. Csak a szélét és fogod. És jó. Egy felső részére kell tenni. Tehát felső részére egy cseppet? Egy vagy csepp, több, egy cseppet. Egy cseppet. És nem rányomni, hanem elvenni a cseppet. Hát, tehát, hogy cseppenjen rá. Fölülről rácseppen az rá. Így oda kell tenni, úgyhogy épp ahogy hozzáérjen. Hozzáérjen, és már elvenni. Aha. Csináljuk úgy, hogy bármelyikünket szúrjuk meg, a másik sikkancsa legyen. Jó, jó. Igen, csináljuk. Jó. Jó. Várjál. De ne nézi meg. Gyula, ne nyugtam. Csukd be a szemed, ott tükör van. Százig számolj. Na, oké. Elkezdtük. Jól van. Jó. Igen. Én is beszélek. Ügyes vagy, Balázs. Jól csinálod. Jó vagy, Feri. Igen. Igen. Csak meg kell nyomni a Ferinek. Csak meg kell nyomni a Ferinek. Jó, erre is nyom, és nyom be. Ott, nem ott, na, ott. Ott, oldalt. Így van. Kicsit nyom meg, hogy jöjjön belőle a vér, Feri, vagy Jani, vagy magamnak mondom. Igen, nyom meg. Várjál, Feri, ez még egyelőre nem volt valami. Add ide, fölhúzom újra. Várjál, Gyula, jól vagy? Húzz fel újra, Feri. Gyula, meg tudjuk csinálni. Gyula, hogy kell fölhúzni? Egy pillanatra fordulj vissza. Aha. Aha, ez légre működik. Rohadt vastag a bőr az ujjadon, Feri. Mert a gitáros kezemet löktük meg, azt nem viszi el. Nem jön ki a tű, ha megnyomom, akkor is csak kijön. Az biztos, hogy kijön, csak visszahúzza, azért nem lehet látni. Aha. Jó, fordulj el, Gyula. Na, add ide az ujjat. Add ide az ujjat, Feri. Odaadom. Jobbd össze neki. Adta jó. Azaz megvan, Feri, ügyes vagy. Nagyon jó. Csöppents, Bali. Még nyomják ki belőle. Úgy. Nyomjad, Feri, nyomjad. Tedd le a lemezt, Balázs. Tedd le, Jani. Tedd le, és a két ujjaddal nyomjad. És érje hozzá. Ne érj hozzá, ne érj hozzá, rá kell cseppenjen. Szélére. Az üveg szélére, úgy. Ne úgy a szélére, hanem erre a szélére, Feri. Úgy, Feri. Ja, nem, igen, Balázs. A hülye is tudja, hogy ki csinálja. Igen. Igen. Mi van? Nincs bennem elég vér. Mi van, megvan. Gyula? Meg vagyok. Nézd meg, légy szíves, hogy ez neked elég, ez semmi, nem? Ne elég. Komolyan? Jó ideje. Na. Odaadtam a Feri vérlemezt. Érted, nehogy már ennyire lesajnáld a Ferit, így. Ekkora testből csak ennyi vér. Nagyon kevés, gyerek. Mondtam én. Na, ugye mindenen szaladjunk végig, tehát jó. Van időnk maximum másik kettőt, majd megcsed a hírek alatt, csak kíváncsi, hogy ki fogja nézni, mert mindenkinek nem tudom mutatni egyszerre. De fogány! Micsoda? Látjuk, mi történik ott? Na várj, mutasd Zsula, hogy tudjuk közvetíteni. Ezek fölzabálják egymást. Tehát következő történik, egy olyan mikroszkopot látunk, amiben ugye a mikroszkopon már egy kicsi ilyen GPS méretű kis kijelző van. Csinálj róla a fotót. Jó. Ott mennek Jani vörös vérsejtjei, vagy mit látunk? Ja, a Feri. Vörös vértes.
Na, eddig tartott. Feri vörös vérsejtje, ide kajánat vagyok. Vagy a Balázs. És látjuk ezt egy kicsi kijelzőn. Tehát már nem is kicsit átszemültem, imádom az ilyet. Apró, mint tényleg, mint egy ilyen kicsi, sok kis, ilyen kis, hát pöttyöcske, ugye így vonul a képernyőn, ezt látjuk. Igazán akkor jó, amikor a vörös vértesztek olyan formában, mint egy jó sikerült fánk. Aha. Csak hiányzik róla a porcukor, meg a lekvár. Ezek olyan fánkok, apám, hogy megérjük. Tehát kellőképpen húsosnak kell lenni. Az előbb mentek, mint a golyó, most meg lehaltak. Hát ez az. Hát előbb sem mentek, mint a golyó, tehát azért, amit én láttam, az azt jelenti, hogy kicsit kicsi a vitalitása a vérnek, ami azt jelenti, hogy sokat kéne inni kéne többet. Az egyébként az igen. Tehát, hogy az maximálisan az többet kéne. Alapjában úgy jellemezném ezt, hogy összetapadt vörös vértestek, de még nincs rólnizódás. Tehát valamikor be is rólnizódik, azt majd lehet, hogy valakinél látunk ilyet. Hátom. De nem lehet, mert az előbb nagyon mentek, most nem lehet, hogy látják apát. Na most. És egy kicsit lelassultak. Nem, itt az van, hogy ez durván akkor jó a vitalitás, hogyha, mert kb. Fél óráig ér a vér egyébként ez a vércsepp, hogyha ilyen 30 másodpercig határozottan ilyen csikokat látunk. Tehát lassú volt ez már akkor is, mikor beraktuk. Igen. Tehát azt jelenti, hogy sűrű a vére. Nem csak, hogy sűrű, hanem nincs vitalitása. Tehát azt kell tudni, hogy a bennünk lévő víznek van egy struktúrája, és bármi, ami kívülről viszünk be, vizet, vagy folyadékot, mindig más a struktúrája. A szervezetnek ezt át kell alakítani erre a struktúrára, hogy fel tudja használni, mint folyadék, és ez nagy energiát vesz el. Tehát ezért nem mindegy, hogy mit iszunk. Na, erről majd később, ugye a preventív jelleggel erről később beszélünk, hogy oké, hogy lehet javítani, de akkor mit látunk még? Tehát Jani mondjuk egy kicsit dehidratált, tehát kevés a folyadék benne. Akkor látom, hogy mostanság volt valami gyulladás, vagy még van gyulladás a szervezetben. Azt is látod? Igen. Tényleg? Komolyan? Igen. Ott látunk falósejtet, látunk például. Igen? Igen, tehát reagált már az immunrendszer. A falósejt az, ami megeszi ezt egyébként. A fajta. Komolyan? Aha, a lábamban, a bal lábamban most van egy kis probléma. Jó. De durva. Megnézzük, hogy ez itt mi ez a nagy feketesség. Hújjaj. Még a közben egyébként Gyula tekergetés, a kis kivetítő. Kálciumkristály. Igen. De az mit jó, van, nem? Hát jó, ha van, persze természetesen, csak az igazándiból, olyan szempontból nem jó, hogyha ezt itt mi látjuk, az a tapasztalat, hogy az már nem igazán akar visszakerülni a csontszövetbe. Mit jelent, hogy túl sokat teszik valamiből, túl keveset teszik valamiből? Ez egy viszonylag újkori probléma, elég vitatott probléma. Doktor úr, neki mélyen. Legyünk őszintén. Itt a messzesedés idéz ez elő, tehát ez nem fog visszakerni a csontszövetbe, ki fog csapodni valahova. Tehát elindult egyfajta messzesedés. Hagyban fölött van. Akarom én ezt a tesztet, gyerekek. Jó is kiderül ebből, doktor úr? Néha egy-egy jó dolog is kiderül? Nem persze, nagyon. Persze, igen. Igen, csak nem a Jani. Akkor látunk gombát. Na, hát vegetáriánus. De mindenkiben van, nem? Persze, itt persze, akkor van. Az arány borul föl, akkor van a baj. Tehát itt az a gond, hogy a gomba milyen környezetet szeret, a savas környezetet. Most ezzel a vérre ugye nem nagyon, de valamennyire savas mindenképpen a szervezetben. Tehát itt, de ez lehet penész gomba, bármilyen gomba, mert ez a levegőből is bekerülhet. Sitake. És nem tud... nem igazán. No, tehát a lényeg, hogy itt annyit kell csinálni, hogy a kivezetést kell megoldanunk. Tehát ma már nem kell avval foglalkoznunk, hogy mi hogy került bele a szervezetünkbe, mert jelen mi nem tudjuk megfejteni. A doktor úr, hagyjuk a rizsát. Mennyi ma hát? Egy év. Igen, csak ezek nem annyira konkrétek, nem? Tehát, hogy itt ezeket utána még lehet jobban diagnosztizálni és konkrétizálni? El lehet menni mélyebb. Hogy a gomba, milyen gomba? Nem, azzal nem foglalkozunk. Itt avval, hogy hogy tudjuk kivezetni, mert az, hogy került be, milyen gomba, miért van, hogy felesleges. Nálunk történik minden. Azt mondja, csodálkozom, hogy nincs benne petrezsely. Alapjaiban minden, itt látjuk. De van. Méreganyagon. Itt van egy jellemző, hogy olyan, mint a sörös kupak, a vörös vértest. Kicsit más az alakja, amit látunk egyébként ezen a kis kijelzőn. Tehát ez is a savasságát jelzi a szervezetnek. Akkor itt látunk nehézfémet. No, tehát itt az a lényeg, hogy bár mi nem csak ezt a vizsgálatot csináljuk, hanem több vizsgálatot csinálunk, mi igazándiból a szívérendszeri megbetegedések megelőzésével foglalkozunk. És kiderülne a vérkéből, ha Janinak mondjuk hajlama lenne rá? Nem, az nem ebből derül ki, ez egy másik vizsgálatból derül ki. Az az én rugalmasság vizsgálatából derül ki, hogy mennyire van hajlama, és hogy mennyire előre haladott már ez az állapot. Amit erre tudunk mondani, hogy
mozgásra nagyon oda kell figyelni, a folyadékbevitelre. A folyadékbevitel az sajnos nálam egy akut probléma. Nagyon kevés olyan folyadékot fogyasztok, ami mondjuk nem kávé, vagy nem gyümölcslé, vagy ilyesmi. Folyékony cukornád. Igen. Sokkal többet kellene innom, sajnos ez. Tehát a folyadékbevitelek három részből áll. Mennyiség, hogyanság, minőség. Az a hogyanság egy kicsit furán hangzik, de itt legjobban megfogalmazom, mert azt mondom, időzítés az nem biztos, hogy jó. Az, hogy hogyan ígyük meg azt a mennyiségű vizet, amit nekünk meg kell inni. Hát erre kell nagyon figyelni. És tényleg, hogy milyen vizet iszunk, melyikből mennyit, hogyan, mikor, tehát nagyon-nagyon lényeges. Jó, ezeket a hírek után átbeszéljük, ez érdekes, szerintem ez baromi sok embert érdekel, mindenki azt hallja, hogy napi 4-5 liter. Ne igazán engem. Hát azt gondolom, hogy neked a legfontosabb. Ez megint egy rossz meghatározás, mert az egyéntől függ. Na ez az, igen, tehát azért mondom, hogy minden újságban mindenhol azt mondja, hogy 4-5 liter, de az mekkora az ember, milyen sűrű, milyen gyakorisággal, hány óránként, mennyit, hát ezt nem lehet, itt nem lehet egyére lebontani. Itt a legnagyobb baj egyébként, ezen a téren, és ez ugye mivel, hogy ha az összetapadnak a vörös vértestek, akkor az a mikrokeringésben okoz nekünk problémát. És az emberi szervezet viszont a mikrokeringésen áll, vagy bukik. Mondjuk akkor ilyen, hogy Feri jó lesz, mert Feri, te iszol rendesen. Erről van szó, akikkel, majd csak csodálkozol a végén. Ferike, nekem úgy mozognak a vörös vércsegyen, meg fogsz őrülni. Jó? Tehát de ennek... mondjuk egy 40 éves, sokat sportoló emberhez képest, ami a Jani, igen, egyébként alapjában milyen? Tehát normál, vagy annál jobb, vagy átlagon normál, föl? Normál, normál. Most, egy picit kéne javítani, nem sokat kéne ki javítani, de kell. Mert hosszú távon ebből azért egy olyan 20 év múlva azért már probléma lehetne. Tehát, hogy ha őszinte belegondolunk, tényleg most 4 órán keresztül itt ülünk, és hogyha jobban belegondolunk, meg látjátok ti is nap, mint nap, elfogyasztok mondjuk 2 deciliter kávét 4 óra alatt. Amire ráadásul vízhajtó, hát, azért, nem? Azért vaj... Vízhajt, tehát az még ki is hajtja a maradékvizet is a szervezetedből egyébként. Ennyi kevésnek tűnik. Igen. És ezért ez, mi vagy a kávé, nagyon elősegíti a kálcium lebontást, ezért van neki sok kálcium a vérében. Ja, mert ez bontja a kálciumot. De például aki sokat kávézik, az időskorban sokkal gyakoribban számít a csontritkulásra? Nem csak csontritkulás, hanem messzesedésre. Messzesedésre. Tehát jelen pillanatban az a történet, valakinek csontritkulása van, közben messzesedése van. Aha. Tehát nem megy el a szervezetből, csak máshova kerül. Gyönyörű. Nem a helyére kerül gyönyörű vissza. Aha, tehát például ezért érdemes a kávéfogyasztást visszavenni. Hát nem vissza, nem kell, mellettem kellő mennyiségű vizet kell meginni. Uh-huh. Visszaemlékeztek régen, úgy hozták ki a kávét, hogy vizet hoztak mellé. Igen. Hát ha tudtatok emlékezni abban az időben. Igen. Jó, az helyeken most is. Most is kell. De előtte kell meginni. Jó, de én nem járok jobb helyekre. az is igaz. Na jó, beszélünk még erről, közben elindul egy második elemzés, jó, hogy itt a hírek alatt is nézzük meg, akkor már ki milyen állapotban van. Meg aztán ez engem érdekelne, tényleg ez a milyen folyadék, mennyi, hogy ez egy érdekes dolog, hogy mindenki csak issza, de nem tudja, hogy mit, meg nem tudja, hogy pontosan mennyit, erről még beszéljünk 2 mondatot. 9:30, pontosan 1 perccel. Jönnek a hírek, aztán folytatjuk mi is. 3:49, lesz pontosan 4 perc múlva, hello mindenkinek. Van egy vendégünk is itt a stúdióban, dr. Barna Gyula, akivel egy nagyon érdekes dologról beszélgetünk, élő vércsepp analízis, bocsánat, még egyszer, vérvitalitás mérés tulajdonképpen, egy csepp vér kell hozzá, új vegyből vehető, majd mikroszkóp alá tesszük, a mikroszkópon van egy kis kijelző, tehát a laikus is abszolút látja, és egy bizonyos nagyításban megjelennek a vérlemezkék, ugye, és hát tulajdonképpen nagyon sok mindenre lehet belőle következtetni, nem vérlemezkék, vörös vérsejtek megjelennek. Testek. És sok mindenre lehet következtetni, milyen állapotban van az ember, mi van a vérében, mi hiányzik, mennyi folyadékot iszik, hát mind kellene javítani, ha mondjuk nem akarunk komolyabb betegségeket, ugye? Ennek körülbelül mi az ára most a piacon, valaki ilyet akar, nagyon sokan kérdezik, hogy mondjuk szeretne egy ilyenre elmenni, nagyságrendileg körülbelül 8000 forint. 8000 forintból meg lehet. Na, Feri közben élete kockáztatásával megböktük, mint egy jó félelmetes. Nagyon félelmetes volt. mit látsz, ha belenézel? Hát nála is ugyanazt látjuk, bár nála egy kicsit erősebben látjuk azt, hogy a vízfogyasztással nagy baj van. Ugye? Hát nem szerhelye, nem túl a szervezetet azzal. Hát illetve minden pár ilyen kához iszol egy vizet, nem? Hát most... másnap kérdésre, persze. Hát vicceltek, gyerekek, este borozunk egyet, hát az... Igen, nagy baj nincs. Tehát igen. Az nem jó, víz kell. Víz. Vízért kijelt ez a test. Általában ilyenkor azt szoktam mondani, hogy nagyon sok teát iszik, vagy ezt azt használ, akkor szoktam mondani, hogy majd az infúzióba is teát raknak, akkor lehet azt úgy számolni. De mivel vizet raknak, így... Miért ennyire fontos ez az ívás? Ugye hallja az ember, hogy 3-4 liter, de mennyit, milyen vízből, hogy kell inni, hát az sem mindegy, nem? Igen, az előbb mondta, hogy a vízfogyasztásnak 3 szabálya van, ugye a mennyiség, hogyanság és a minőség. Tehát mind a 3-at figyelembe kell vennünk ahhoz, hogy jól tudjon hasznosulni a víz. Ugye az emberi test kb. 70% vizet tartalmaz,
és nekünk ez pótolni kell, ez egy tartalék, tehát nem ezt kell felélnünk, hanem ez csak egy tartalék számunkra, hogyha netántán valami baj van. Tehát éppen azért, és lehet, hogy furra lesz ez a hasonlat, amit most mondok, de nekünk körülbelül úgy kell működtetnünk ezt, hogy a WC-tartály működik. A WC-tartályt lehúzzuk, egy picit húzzuk le, utána tölt. Teljesen lehúzzuk, akkor is utána tölt. Nem este, nem holnap, azonnal. Uh-huh. Tehát mi is ugye állandó vesztésben vagyunk. Ugye a kipárolgás, a szem, a száj, az orr nedvesen tartása, a teniszpálya méretű tüdő, és aki például sokat beszél, annak nagyobb a kipárolgás is. Ezünk állandóan pótolni kell. Most azt mondják, hogy nem mindegy, hogy például mit. Tehát aki megiszik 3 liter ásványvizet, tök jó, de ha a víznek nem szállító szerepe van, már pedig az ásványvíz nem minden formában szállító, mert ugye már magas az ásványanyag tartalma, akkor az nem biztos, hogy jó. Így van, így van. Tehát ugye a víznek az egyik fő szerepe, így van, a méregtelenítés és a szállítás a kiválasztó szervekhez. Most egy olyan vizet viszünk be, ami sűrű, akkor természetesen nem tud olyan könnyen felszívódni, és nem tud szállítani. Tehát nem is már hely, ahova felüljön, ugye, mint a méreganyag. Tehát ezért kéne sokat csapvizet, vagy tisztított vizet? Hát, így, én megvan az eszint, én a tisztított víz mellett voksolok. A csapvíz, ugye sokan szidják, hogy klór, meg ez, meg az, meg az. Nem, egyszerűen annak is magas a szárazanyag tartalma, ami azt jelenti, hogy a legjobban megint csak ahhoz tudom hasonlítani, hogy amikor az ember a tejával véletlenül több cukrot tesz, hiába keveri, hiába csűri, csavarja, ott marad az alján. Tehát egy telített lesz már a folyadék. Tehát egy telített folyadék nem képes már felvenni többet. Ez a gond, az ásványvíz és a csapvíz. Na mi látszik még a Ferin? Hát valami jó hír. Valami jó, azért. Szegény olyan. Hajrá, Feri! Legalább egy ilyet, hogy az egy, ami hátra van, az szép lesz. Szép piros. Például a Ferinnél nem látunk kálciumot. Na. Mert az benne van a csontba, papu. Érted? Én nem engedem a kis kálciumjaimat. Hát, ott van a kálcium, vagy nincs? Hát a csontban van, nem a vérben. Hogy tudnak jönni az alatt a nyomás alatt, érted? Annyira feszít minden szét az izmaid, hát az izületét, hogy nem tudnám mondani. Azt jelenti, hogy meszesedése kevesebb a hajlama, vagy kevésbé kell erre vigyázni? Most ez megint egy olyan dolog, hogy mindenkinek vigyázni kell erre. Nyilván, főleg egy kor fölött, persze. Természetesen, és ráadásul most egy olyan kort élünk, ahol sajnos a meszesedés igen intenzív lett. Például ugye a nőknél jelentősen megnőtt a szívinfarktusok aránya. Beellőzték a férfiakat. A 40 és 60 év közötti nőknél 57% a szívinfarktusban elhunyt. De ennek mi az oka? Férfiaknál pedig 45%. Javarészt arra lehet gondolni, hogy anno, ugye amikor kis fiatal lányok voltak, és cigarettáztak, szedték a fogamzásgátlót, és hát ugye ez elindított egy folyamatot. Na, mit látunk még? Vagy mi van még? No, hát látunk, hogy egy kicsit sok a méreganyag, tehát nem tud tisztulni rendesen a rendszer. Aha. Hány deka? Hány deka per gram? Látunk nála is egy gyulladást, egy aktív gyulladást. Igen? Igen. Oh. Na most ez is egy csalóka dolog, mert én lehet, hogy látom, ő nem érzi. Hát nyilván ez van jelezhet olyan valamit, ami nem lát. Tehát ő nem érzi. Lehet, hogy persze holnap panaszkodik, hogy jó, ez van, az van, az van. Ma még ő nem érzi, mondjuk, ha éppen nem érzel semmit. Köszönöm, jó vagyok, oké, minden oké. Jó. Hány liter vizet kéne ígyak nekem? Hát ezt tudja, nagyon egyszerűen a mi nézetünk szerint, tehát ez nem egységes ugye a világban, de mi nézetünk az, és valahol ez igaz is, hogy tisztíjunként fél liter. Az azt jelenti, hogy neked 6 liter vizet kéne meginnod? 40 liter. Jézus is, de kössé meg infúziót, Feri. Ez folyamatosan csorogja. Mi? Na most ugye ez nagyon furán hangzik, és nagyon nehézkesnek tűnik, de azt mondom, hogy egy fél liter kéne neki egy óra alatt meginni, az már nem is egy olyan nagy mutatvány. Ugye itt sem mindegy, hogy iszunk. Ugye gondolom, hogy nem az, hogy most fogunk egy flakon másfél litert megiszunk, és azzal letudtuk naponta, hanem szinten tartva, mondjuk óránként, 2 deci, 3 deci, hát akár fél liter. Kinek hogy? Ez általában úgy szoktuk kiszámolni, hogy a Ferin ugye azt mondjuk, hogy 6 liter, akkor visszavonunk egyet, és akkor 5 decit kell megindia. Tehát akinek 3 liter kell meginni, annak 2 decit kell meginni egy óra alatt. Aha. Mindenképpen el kell felejteni azt a fajta ivást, hogy hirtelen akár 1-2 decit, nagyon sokan így isznak, hogy várnak, és akkor lebolítak egy fél liter vizet. Vagy elfelejtett egész nap, és akkor basszus, igen, olyan liter. Doktor úr, milyen orvos egyébként? Begyógyász? Nem. Én egy teljesen más világ, alternatív gyógyászat, ami mert egy ilyen parabolikus doktor vagyok én alapjaiban, tehát nem orvos doktor, és azt kell tudni, hogy tehát mi a megelőzés a mi fő területünk. Tehát mi arra tettük fel a rá, és több mint 8 éve csináljuk, elég jó eredménye. Aha.
Tehát elég sok a visszajelzés. Hát Feri, vagy iszó, vagy véged van. Laci, hozd már kis. Ne, ne, hát figyelj, nem érgezd magad vízzel. Ne, Feri, Feri vizet ivott. Gyorsan dobjál össze belőle valami friss levest. Biztos van nálam alapanyag. Egyébként elviekben az is valamilyen szinte hozzájárul a napi vízháztartás fenntartásához, hogyha mondjuk sok levest fogyaszt az ember. Igen, de az, mondom, itt a számolás, tehát azt kell tudni, tehát az előbb is mondta, hogy van a bennünk lévő víznek egy struktúrája. A levesnek is van egy külön struktúrája. Uh-huh. Na most mennyi levest teszünk? 3 deci. Ugye? Na most ráadásul ebből 3 deciből nagyon kevés hasznosul, mint folyadék. Tehát igazándiban én azt mondom, ne számoljuk a levest. Uh-huh. A vizet számoljuk. A víz az, ami lényeges, ami ugye lehet számolni. Uh-huh. Aztán természetesen vannak más alternatívák is, de most na jó, de akkor életben marad a Feri. Persze, nincsen baj, nem? Ebben különösebben az a gond, hogy azért oda kéne figyelni, mert azért érhetik meglepetést az ember. Engem már nem. De, hogy nem. Jó azért ez, jó azért ez. Na gyorsan bökjünk egyet, mi megnézem aztán, hogy életben maradok-e aztán utána. Tehát tulajdonképpen elég folyadék is meg vagyunk, ennyi? Nagyjából, hát, most kis túlzással nyilván. Nem, azért annyi tudni kell, hogy a mozgás, tehát a mozgás, a fény, az nagyon lényeges az ember számára. Tehát csak napon fuss, Jani, hallod? Hallod, sötétben ne fuss, sötétben. Egy és neki mész valaminek. Feri, csak mondom, hogy közben nézem itt a morgóton a vörös vértesteit kiírták hozzá, hogy rip. Összeálltak egy... Júj! Azt a mindenség. És ráadásul az én tűm volt, na mindegy. Oh, na, az a legnagyobb kiszúrás. Az a legnagyobb kiszúrás. És még egyet? Aha. Miért? Na most tehát, hogy nézd meg, az egyetlen ember, akinek jött rendesen a vére, az én vagyok. De most mi volt a baj? Most miért törölt? Azt kell letörölni, mert abban lehet szövet darab minden. Érted, az első. Szövet darab. Szerelem második vérig, tudod? Tessék. Júj. Addig jön belőletek a vér. Hát pedig nincs akkor a nyomás a szervezetünkben minden. Ezt nekem megnyomtuk, az fölfröccsed a kicsit való megrepetsz, érted? Hát rögtön át kellett csavarozni egy biztonsági szelepet. Valahol le kell engedni. Ez egy nyomókötést kell rakni az ujjadra, hogy ne vérezzél el. Na, adjon neki, doki. Nagyon szörnyű ez is? Júj, én szeretem. Amit nem akarsz hallani, tudod, egy orvos szájába. Messze van Ável is rendesen. Igen? Igen. Nagy a baj. Nem iszunk. Nem nagy a baj. Itt, tehát az a érdekessége, hogy könnyen helyre lehet rakni. Egy odafigyeléssel. Tehát egy kis odafigyeléssel pillanatok alatt helyre, pillanatok ez most relatív, de egy élethez képest pillanatok alatt helyre lehet hozni. Sok a méreganyag nálam. Igen? Na most neki mitől van méreg? Na most tényleg. Nem áll, de tényleg. De most tényleg. Nem eszik. Nem dohányzik. Nem iszik. Nem eszel semmit. Nem, fénnyel táplálkozom. Ma 10 dek a fényt reggeliztem, 20 dek a felhővel. Ezek szerint akkor szennyezett a fény, így látszik. Igen, sok a méreganyag? Soka. Ajjaj. Most megint azért, mert nem tud tisztulni. Tehát, itt tehát lehet, hogy ezt még gyerekkorodban vitted be azzal a vajas kenyérrel. Az a baj, hogy tényleg eléggé össze van állva, tehát ez is. És neki miért más alakú? Neki ilyen zsizsik alakú? Ne, hát itt is, nem. Igen, nem, itt is ugyanúgy megvannak a lemezkék. Azt hiszem, az enyém azt mondja, dollárjelekben rendezik. Nagyon fura egyébként. Jézusom! Hagy nézem a saját véremet. Legalább a sajátomat tadlán sem. Aha, hát igen, ez sem néz ki túl jól. Itt úgy néz ki, mint a sok motabba vírus így összerendeződött volna tulajdonképpen. Igen. Hiába iszol tiszta vizet, aha. De bárhol elmész, iszol mindenféle mást. Aha. Hát köszönjük, ez fantasztikusan hangzik. Mert az biztos, az biztos. Látom, hogy semmit, nem biztos. Nem vagy boldog, úgy látom, Balázs. Na mindegy, lehet jelentkezni a hárosodra. Végeznek az egész. Jó, tehát akkor az a lényeg, hogy sokat ígyunk, ez sok minden megold, és jóféle. Tehát a fényt, azt nagyon sokat kell. Arra nagyon, az nagyon segíti az egészséges életmódot. Tehát fényívás és sport. Így van. Így. És az étkezésnél is oda kell figyelni, hogy tehát az emberi szervezet az egyensúlyra és a mértékre van beállítva. Tehát tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy lehet akár mindent, de az egyensúlyt mindig meg kell tartani. Hát az persze, azt az ember tudja. Hát gyerekek, azt hittem kicsit jobban vizsgázunk ezen a kis tesztem. Mindegy, így alakult.
Kriplik vagy? Rúgjunk be más. Én megyek. Engem csak az vigasztal, hogy az én koporsom könnyebb lesz, mint a Ferié. És olcsóbb is. Igen, engem nem fognak szidni annyira. Na jó, érdekes volt minden, és ezt látni. Persze az ember mindig megerősödik abban, amit egyébként is tud, hogy baromira oda kéne figyelni, hogy mit eszel, mit iszol, hogy ne. Hát ezek a legfontosabbak. Mondja Feri hajnalban majd a körúton. A doktornál voltam, ma megmondta. Gyula, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Még mindjárt átbeszéljük az enyémet néhány mondatban. Hármasugrást játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Halló, sziasztok. Tamás, hello. Iszol rendesen? Róla. Hétvégén fröccsözünk. Nagyon helyes víz van benne. Abban van egyensúly. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem igen, nehezek. Nehezek. Honnan hívsz minket? Pestről, Illatos út. Illatos út. Az szép is. Van, aki segít, hogy egyedül játszott? Hát van segítségem. Meglátjuk. Ritka szép helyről az Illatos útra, gyönyörű. Illatos. De az a rész, várjál rám, de elgurulok odáig, ha tartjátok, ezt megkérdezik a lányokat. Minden nap torkos csütörtök, mi? Így van. Na, így szól az első kérdés Dekidikát nyakba akasztóját. Hogy hívják a Star Wars filmek aranyszínű protokoll droid hősét? Az aranyember? 3CPO, vagy hogy van? Így van. Aranyember. C-3PO. Aranyember. Menjünk tovább? Igen, igen. Nem könnyű a második, így szól, dedikált egér alátétét. Hány olimpiai érmet nyert eddig pályafutása során Gyurta Dániel? Hát, olimpiai érmet? Igen. Ez valaki ezt tudja. Fejből. Fejbe tartani Gyurta Dániel érmeinek számát? Igen. A gyárfás. Azon a gyárfáson kívül, de tényleg. Gyurt. Egy és öt között van. Tessék? Igen, egy és öt között. Egy és öt között? Igen, élőlény. Igen. Rárgy. Hát bemondok egy négyet. Rákérdezem. Nem, sajnos, hát sajnos még csak kettő, de lesz ez majd négy is. Egy ezüst és egy arany. 2004 Athén ezüst, 2012 London arany. Igen. Hát igen. Gyors játék! Hát ez az volt. Nincs időnk, mert nem sokára meghalunk, úgyhogy azért kellett nekünk ennyire, ennyire sietni. Igyatok akkor rendesen. Oké, köszi a játékot, ciao. Köszi, ciao, ciao. 9 óra múlt 10 perccel, hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, hello Jani, hello. Sziasztok. Feri. Hello. Hello. Igen, az csak olyan rossz, bőrben van szegény. Ez a sok víz megálltott. Egyébként érdekes, mert ugye a stáb gyakorlatilag 145%-a ment el egy vízért magának. Igen, szabad ne felejtségetekre. Ez arra gyanak szom, hogy egy vízkereskedő volt. Gyerekek, Gyula nem lett vízkereskedő volt? Hogy kínál neki a hordóban a víz, és víz... Igazi vízkereskedő. De persze nem volt vele baj, nekem az ilyen vizsgálatokkal kicsit mindig az a baj, mert nagyon kevés a konkrétum. Szóval, hogy én valamit meg szeretnék tudni magamról, hát szóval, hogy nem azért, mert az ember rosszat hal, hanem hogy ez nekem nem konkrét. Tehát ez nekem nem egy konkrét vizsgálat, hogy ilyen többet, és akkor minden megoldódik. Tehát, hogy milyen méreganyag, milyen gomba, jó-e az ott, mi a feladata, miért van ott, miből gyülem lett föl. Tehát ezt most, hogy ránézünk egy vérképre, így ebben a formában, nekem ez kicsit kevés volt. Hiányoztak a konkrétumok. Vagy a több konkrétum igazából. Azon kívül, hogy így áll a vizet. No. De hogy, ugye? Nem, legalábbis engem nem, ez most kevésbé győzött meg. Hát én ezt elmondhatom. Jön egy vendég, meghallgatjuk, érdekes volt, amit mondott, én egy komolyabb vérkép, meg összetettebb vizsgálatok, de amit egyébként ő is mondott, hogy fontos nyilván az, hogy ne csak ebből a vizsgálatból jelent a dolog, hanem kettőre a más vizsgálatból, de például, ha ezt összehasonlítom mondjuk a biorezonanciával, ami viszem a Benit, és abszolút működik, és kézzel fogható eredménye van, számomra az például azért jóval meggyőzőbb. Igazából. Hát, nem tudod, ha jóhoz mész, és mondjuk olyanhoz mész, aki valójában ért hozzá, és nem kókler. Ugye hát nagyon sok minden sarkon áll három, aki viszont kókler. De ez most engem kevésbé győzött meg, na. Jó, de egy fiatalabb generáció vagyunk, mi a Ferivel. Én azt gondolom, hogy itt kettőnk nevében is mondtam, hogy mi már nem vagyunk kíváncsiak mindenre. Igen. Tudod, nekünk tehát már jó így. Van. Náluk boldog tudatlanság. Náluk már jobb, ha nem tudunk minden. Igen. Igen, hát viszont ugye közöttünk van 7 év, ugye? Hát én 70-es vagyok, nem tudom, hogy Woodstock környékén, vagy mikor? Kennedy gyilkosság, vagy holdra lépés, mikor? Mi idősebbek vagyunk a Janival, nálad 7 évvel. Én önsorsrontó életmódot élek, a Jani egy igazi sportember. Ehhez képest a tiéd volt a legrosszabb. Nem, a legrosszabb, a második legrosszabb. Hát csak azért mondom, hogy szarulálsz, tehát hogy...
ugyanolyan lassan mentek a tiéd, így kapaszkodtak egymásba a kis vérsejtek, lehet szépíteni. De nekem 9 óra, hova rohanjanak? Hát nem üljék, hát ugye. Majd este. Meg Gazdi, majd fölpörgeti őket, ha kell, most egy kicsit lassabban mentek. Az enyémnél csak látszalagos volt a lassúság. Annyit mondtam, Muf jobbra, mind elindult. Muf éjszakon. Hopp! Muf 2 óránál. Csöcsök balra. 2 Muf 6 órakor. Hopp, és már el is indultak, igen. Szóval, életben maradunk, gyerekek, nincs baj. Semmi baj nincs. Uh-huh. Valamire azt mondom, hogy meggyőző is. Fejet hajtok. Erre nem. Ezt most nem írom alá. Jó. Nem teszem oda. Nem adom. Ezt most nem adtam. Jó. Szerintem elég sokszor hangsúlyoztad most ezt a dolgot ahhoz, hogy értsük. Kevés. Túl kevés. De ígyunk. Kevés konkrét. Tessék? Az ívás az jó. Igyál vizet. Én már megittam már 3 decit azóta, mióta mondták. Ezt egyébként több helyen olvastam én is, hogy hiába iszol ásvány vizet például sokat. Ugye a víznek az lenne a szerepe, amit ő is elmondott, és ez tényleg így van, ezt azért dokik is mondják, hogy szállító szerepe legyen. Tehát mindenféle salaganyagot, méreganyagokat kidobjon. Na most, ha víz tele van mondjuk oldott ásványi anyaggal, és egy literen belül 500 mg, 700 mg, 250 mg per liternyi oldott ásványi anyag tartalom van a vízben, akkor nem tud igazán szállítani. Sőt, lehet, hogy terheled vele a szervezetedet. Sőt, lehet, hogy megterheled vele a szervezetedet, igen, és nem tud szállítani. Tehát nyilván azért van igazság, hogy mondjuk, ha neked szükséged van napi 3-4 liter folyadékra, akkor azt ne csak ásványvíz formájában vidd be, csak akkor itt jön a kérdés, akkor mit igyál? Tehát igyál vizet, igyál tisztított vizet, igyál, van-e szerkód arra, hogy most te tudjál tisztított vizet inni, van-e pénzed, meg tudod-e fizetni? Tehát én azt tapasztalom, hogy olvasol bármit, négyen a totálisan az ellenkezőjét mondja. Totálisan az ellenkezőjét. Kinek mi az érdek, nem? Nyilván ki mögött, milyen lobby áll, meg mennyit igyál, meg ásványvizet, vagy csapvizet, a csapvízről hallod ezt is, meg azt is, az ásványvízről hallod ezt is, meg azt is, a PET palackon 8 fajta dolgot hallasz. Tehát egészen ügyesnek kell lenned, hogy ne dögöljél meg, nem? De most tényleg, legyünk őszintén. Nagyon ravasznak, nagyon olvasottnak, mert egyébként bármihez nyúlsz, szinte semmiről nincs egyértelmű, amire mindenki azt mondja, hogy jó, a tisztított vizet 600-an fúrják, az ozmózis vízre azt mondják, hogy az meg akkor azért, de közben mégis jó, de hogy az ásványvíz abban meg túl sok van, meg a palack, meg nem tudsz egyértelműen jót hallani semmiről, hülyén kapkodod a fejed, és nagyon lavírozó, hogy lehetőleg legyen még egy nyomorúságos 20 éved, mielőtt aztán végleg vége mindennek, nem? Nyomorúságos, hát ne legyen nyomorúságos, ezzel teszitek nyomorúságossá, ez az állandó rettegés. Az állandó rettegés az elmúlástól, az állandó szorongás, én néha fölébredek vizeslepedő, hogy már 37 vagyok, nagyon szorongok, ránézek a családomra, úristen, 40 év múlva már nem leszek, nem akarom meghalni. Pánikszerűen mindent elkezd csinálni hirtelen az ember, és mindent elkezd szedni addig, amit addig nem, illetve mindenből 2-szer annyit kezd el szedni, amit addig is szedett. És ez egy tök érdekes, hogy ebben a dologban is visszaköszön az, amit a Gábor, meg te szoktál itt hangsúlyozni csütörtökönként, hogy van ez az úgynevezett ilyen koktél effektus, hogy itt is azért nem véletlenül vannak ráírva ezek az IMB értékek. Ezek az ajánlott napi bevitel érték mindenen gyakorlatilag, amit te fogyasztasz. Figyelj, vannak ásványvizek 6-700 mg per 6-700 mg per literes ásványi összoldott ásványanyag tartalommal. Honnan, de meg iszol abból mondjuk egy 4-5 liter. Nincs szükséged. Azért ott már van felül. Nincs szükséged annyira, ugye? És aztán nem tudod, hogy miért lesz utána egy veseköved, meg miért lesz utána. És ezek egy része elraktározódik, és nem távozik a szervezetből, ez a baj. Mit mondasz? Összes oldott ásványi tartalom? Azt ismerem, abban olyan 2-300 van. 1600 mg per liter. Annak 1600 mg per litere? Itt van. Az szombos. Az nem jó. Hát az sok. Hát sok. Most pályázat. Meg nem iszlak, rohagyjam. Rohagyjam, ide pálinkát. Várja, itt a középső ujjam, tol lefelé. Szabadulj meg az ásványait. Ott van a vitamin háború, nem? Majd megkérem a Gábort egyszer, erről is beszéljünk. Hát mi a fenét tudsz csinálni? Egyé vitamin, ne egyé vitamin, batyut egyé, vitamint egyé. Ugye mit mondanak, hogy felszívódik, és hiába szedsz aszkorbinsavat, kérdés, mennyi szívódik fel egy 1000 mg-os C-vitamin, sima aszkorbinsav? Vegyél olyat, ami visz valamilyen anyagot, csipkebogyót, mert akkor a szervezet jobban fölismeri. A D-vitamin csak amit tudom én, a vassal szívódik föl. A D-vitaminhoz szedjél kálciumot, mert az azzal szívódik. Hát annyira bonyolult, hogy kinek mi van megírva, nem? Aha. Ennyi. El kell ezt az egész dolgot engedni. Nem? Hát most egy tolvonással a végén azért csak áthúztad. Kinek mi van megírva? Gyerekek! Egyébként a sorsregy könyvében. Egyébként én így is ezt gondolom, hogy tök mindegy. Ha te neked 46 évesen le kell adnod a szerelést, le fogod adni. Ha az vagy 90 évesig, mert akkor fejezed be az életedet, mert akkor tetted le, amit vállaltál, akkor mindegy, hogy mivel szennyezed magad, akkor úgyis 90 évig fogsz élni. Van egy előre adott vállalt időintervallum, amit mindenki ledílel, mielőtt megérkezik.
ez 60-60, 40-40, azt előre eldöntött. Tehát csak van. Nem emlékszel rá, úgyhogy. De akkor mit hűzdünk? Egyébként Ferbe. Semmit. Minek? Le van dílel előre. Rövid az élet, hosszú a sír, mindenki. És egyébként hidd el, hogy ez az ilyen szemléletű életszerületi emberek sokkal boldogabb, mint fogsz egy ásványvizes üveget. Én is tudom, hogy olvasom, nézem, kibontom, beleszagolok, visszarok, körbenézek, összoldott ás, 300 mg per liter, hát akkor legyen csapvíz, tudod, minden. Mindenen elkezdesz nagyon szorongani, hogy mi legyen, hát ez gyerekek, ez egy generációs probléma, hát meglegyintett bennünket az elmúlás innentől kezdve. Hát téged legyen. Hát nem legyen úgy, legyen. De mindenki egy kicsit elkezd ezen gondolkozni. Hát nem persze. Akarok tovább öregedni. Hát nem akar, látni akarom a gyerekeim. Úristen, néha feljadsz így éjszaka, hogy jaj, de megy az idő. Hát ez a jaj, de megy az idő, ez egy kollektív élmény, nem? És csak mondom, hogy Hugh Hefner 87 éves, és még köszöni, jól van. Jó, abban a környezetben te is hiszendoznál. Hugh Hefner, igen, nem csinál már semmit egyébként. De, csinált. És nem keveset. Igen, no, hát. Ha ő most meghal, már akkor is nagyon jó élete volt. Csoda, nyugdíjba ment. Persze. Na, péntek van, ez ugye azt jelenti, hogy jön de föl valami, vagy már bocs a személyeskedésért, de hogy érzem, hogy küzdesz valamivel rendszeresen. Hát, ha gondolod én. Igen, rosszabb, mint a Feri, aki ezért napi egy dobozt elfűtő, olyan gomban. De mindig megnyugtad a tudat, hogy mióta vért köpök, sokkal jobb. Tehát azóta valahogy van valami felszakadás. Abszolút, sokkal jobb. Fél gömbhalat, ne egyél többet. Szóval, hogy Polgár Petiről akartam csak két mondatot mondani, ugye ti is tudjátok, hogy milyen történés van vele kapcsolatban. Peti volt, ami drága Petink, aki heteken keresztül gyártotta az anyagokat. Hát sőt, éveken keresztül. Éveken keresztül, így van, nagyon sok mindent csinált ő. Hozzak egy kis vizet? Hát nézd meg, mennyi az összeoldott ásványanyag tartok. Bármit nem iszom meg. És ugye Peti aztán elkezdett egy kicsit kevesebb anyagot gyártani, nem kiégett, egyszerűen leterhelt lett. Aztán már csak két anyag, aztán sokat volt beteg, és ezért úgy döntöttünk, hogy mi megválunk a mi drága Petinktől. Nagyon jó munkát kívánunk neki, nagyon jó egészséget, sikerekben gazdag új évet, ahogy szokták volt mondani, de mi befejeztük a munkát Petivel, elváltunk tőle. Nem tudta azt a színvonalat hozni. Megértem, hete hármat, erről sokat beszélgettem vele, a Mirit se tudott volna már éveken keresztül. Azért az egy nagyon nagy feladat. Mi viszont heti egyet, meg heti kettőket nem akartunk, mert az már nem rohadt szagú, úgyhogy Petitől elváltunk. Igen, és hát ugye rengeteg, azért valljuk őszintén, rengeteg zseniális anyagot hozott ide, nagyon kellemes perceket okozott a hallgatóknak is, és nekünk is, úgyhogy tényleg csak köszönjük szépen ezt a közös munkát, amit együtt töltöttünk el. Így van, Petinek sok sikert kívánunk, és igen, a jövőben bárhol is bukkan majd föl, mi nagyon-nagyon drukkolunk neki. Hallottatok erről a mamáról, erről az autós oktatóról, aki 94 esztendős, és még mindig lauraként nyomja és űzi az ipart? Hát ez szenzációs lehet, erről azért beszéljünk két mondatot. Kevesek örömére és sokak bánatára azért. Én azt gondolom, hogy egy bizonyos kor fölött már lehet, hogy nem kéne erőltetni. A 94 éves Laura élete 38 karácsonyán megváltozott, és nem azért, mert meglegyintette a második világháború előszele, hanem mert a bátyától egy autót kapott karácsonyra. Akkor már 18 éves volt, teszem hozzá egyébként, és elhatározta, hogy ha már kapott egy kocsit, megtanul vezetni, beiratkozott egy autóvezetői tanfolyamra, alig két hónap múlva kezében volt a jogsia, állandóan vezetett, szabad idejében pedig a barátait látta el tanácsokkal, hogy hogy tudnak átmenni minél hamarabb a vizsgán. És elkezdett a mama ilyen önszerveződően autóvezetést tartani, de akkor még nem hivatalos formában, csak beültettem magam elé az ismerősöket, és mint egy autós iskola elkezdte nekik mondani, hogy kell autót vezetni. Ja, elkezdett tanítani. Hát csak itt segíteni. Igen. Ez olyan, mintha te meg akarnál tanulni, és a Mónika mellé beülnél, aki elkezdeni neked mondani, hogy akkor most egyes. Aha. Igen. Utána megvette az első Need for Speed játékát, gyorsulási versenyeken indult el. Figyelj, 76 éve oktat, és mi azt mondja, hogy még mindig nem unta meg, sok minden változott, főleg az autók, de a vezetéstechnika ugyanaz maradt. Semmi pénzért nem adná fel, annyi érdekes emberrel találkozhat. Nem csak az autós iskolában oktat, hanem magánéletben is. A 74 éves lányát szintén ő tanította meg vezetni 17 éves korában. Azt hiszem, 17 év alatt. A kislány nem volt túl tehetséges. És akkor én elgondolkozom, hogy elmész egy friss jogsíval, ugye vagy, hát tulajdonképpen még nincs jogsíd, várod az autót, meglátod, hogy mint a Mazda 626, beülsz, és bennül egy 94 éves mammer.
Aki nyilván egyébként tök jó, az van róla egy fotó. Persze, azt mondja, nyilván, hogy szerintem nem lehet kiöregedni a vezetésből. Simán lehet, hogy Kenterbe veri az oktatókat. Nem? A jelenlegieket. Hát megveti azért... Gyakorlat van. Az van, az van. És a legtöbb oktatóval ellentétben neki elég sok technológiai váltást is át kellett élnie, és gyakorlatilag meg kellett tanulnia. 38-ban min indulsz el? Hát, T-modell, Ford T-modell. Hát akkor az már túlhaladott volt. Az igen, az a 10-es évek eleje, igen. De hogy 38-ban már voltak egészen jó autók, nem? De akkor már nem, még az az előbb, akkor már bőven mentek autóra. Szóval volt ön indító. Bizony, akkor már voltak jó dolgok. Hát gondolom ő érted, egy Sherman harckocsin kezdett. Mikor bevonultak a németek vagy az angolok. 94 éves is még mindig okta. De hogy működik a reflexe meg? Hát látok 70 éves embereket, hát azért sokszor, legyünk őszinték, vannak akik jól vezetnek. Hát... De azért, nem az igazi. Tessék? Nem az igazi, tehát, nem esetben. De az egy érzékeny pontja a közlekedésnek szerintem. Hát át kell állítani így, tehát hogy bele kell kalkulálni már a fázis késés. Tehát hogy már akkor szól, hogy induljon, amikor még csak piros a lámpa, mert akkor még jön egy sárga, még zöld, de pont elindulnak. De bocsánat, hát ő már lehet, hogy nem is vezet. Érted? Ő csak oktat, ő ül. Na de van előtte pedál. Tehát van előtte ugye minden, ami kell fékpedál, gáz, kuplunk, hogy tudjon ugye segíteni. Ezek az oktató autók, legalábbis régen az én kormány, ezek ilyen dupla pedálosak voltak, nem? Igen. Te hogy neked is ilyen dupla pedálos persze, volt? Persze, sőt, nekünk kormány is volt a másik oldalon, amit egy ilyen lánckerékkel lehetett belenyúlni. Igen, csak beültél itt az oktató, és megkaptad a jogsit. Hogy azért ez egy nagyon nagy dolog, nem? Hát nagy, szerintem az, hogy szellemileg, meg fizikailag is friss tudott maradni ennyi éven át, és hogy még tanít is, ez egy nagyszerű dolog. Hát ugyanakkor meg nyilván azért tényleg az ember így kétségekkel telve ül be mellé. Ja, kicsit a világ az fölgyorsult. Igen, nem? Mert hogyha mondjuk egy vidéki amerikai kisvárosban élsz, dolgozol, akkor ott azért úgy lehet, de mondjuk most egy nagyvárosban is ugyanígy megy a dolog. Tehát egy New York, egy Los Angeles, egy nem tudom. Ott azért bedarálnak, igen. Most találtam a használt autón ár nélkül 1938-as Mercedes-Benz. Csak megnyomom, mint kezdett el vezetni. Állapot 30 évnél öregebb. Hát az valóta egy kitűnő állapotban. Futott kilométer nincs megadva. Lejárt magyar okmányokkal. Egyébként nagyon szép autók voltak akkor, tehát ez a 38-as Merci, ez gyönyörű. Úgy néz ki, mint egy ilyen Citroen hátul a pótkerék, ugye rajta, tehát azért az nagyon-nagyon szép. Neked milyen oktatód és volt? És tudnád, hogy az Alfa miket csinált már akkor. És komolyan? Hagyja csak, hát a 8C kompetíció, ne? Vicces, keres csak, ne nézd le a régit. Na mindegy, nem érdekes. Nekem nagyon jó fején orvosházán jártam. Számomra érthetetlen okból kifolyólag orvosházán tanultam meg vezetni. Igen, odaindultál. De ami úgy kígyóson születtem, Battonyán jártam középiskolába, és ott nem volt oktatás, hogy át kellett járnunk egy Skoda 120L. Ja, ezt mondtad, egy Skoda 120L, igen. Gyönyörű. Az L az ugye nem mindegy, az a jobban felszerelt Skoda volt. Nem, akármiben ültünk be, és Skoda 120L, nem emlékszem már az oktató nevére, de egy ilyen körülbelül 45-50-es úriember volt, aki bennünket oktatott, és az a nagyon-nagyon rendes, de kicsit tudott lazázni. Tehát elmagyaráztatod minden indulás. Oké, na most menjünk, télen vezettünk ráadásul, lassít, mondom, itt minek lassít csak, mester? Mert ott jönnek a csajok. Nagyon jó volt. Tehát minden nagyon keményen vett, minden nagyon, de ilyen kis izék voltak. Lassít, ott jönnek a csajok. Mehetünk tovább. Élethalál urai akkor, egy nem? Ők is, meg a vizsgabiztosok is, akik ugye beültek mögéd, amikor forgalomba voltál. Az volt a rosszabb. Neked még volt EÜ? Volt, ugye? Persze, bőven. Mindent kellett. Motort szereltünk, kicserélted, izért, bár persze. Egészségügyi vizsga, igen. De miért? Mert nem vagyunk bekötve, és az akkor zsarult. Megint nők? Nem, az akkor zsaruk. Meg kell csinálni mindent. Nekünk volt egy nagyon veszélyes helyzet. Arra például a mai napig is emlékszem, mert azt csinálta, akkor nem én vezettem, én hátul ültem, vártam a soromra, egy csaj, és télen volt, jeges volt az út, és befékezett teljes satúféktől, de olyankor a kocsi elindul, elkezdesz kormányozni, semmit nem tudsz csinálni, persze. És ott nagyon higgadtan kezelte a helyzetet, tök jó volt, megálltunk, és amit én mai napig köszönök neki, hogy akkor azzal a lányjal, meg ugye én a hátsó ülésen ott voltam, figyeltem, átvette a helyzetet, és ilyen nagyon korrektül, nagyon jó fejem. És azóta is benne van, valami baromságot csinálsz, utána ülj le, gondold át, hogy legközelebb ne így csinálsz. Szóval ez tök jó volt. Én szerettem. Megy még vajon ez a pénzt adok ide, pénzt adok oda? Ez ugye erről sokat beszéltünk régebben, hogy vajon van még ez a rendszer? Hogy beül a vizsgabiztos, kit kell megkenni, hogy kell megkenni, vagy kicsit
törvényileg irányba szedték az autós iskolákat? Tehát volt idő, amikor rém drámákat hallottál, hogy beül a vizsgabiztos, azt mondja 20-10. Az oktató megáll, saját ügyét intézi, meglátogatja az anyját, ezt intézi, azt intézi. Ami nem baj, mert nyilván közben is vezet a tanuló, de hogy pofára megy, arcra megy, csajjal kikezdenek, a vizsgabiztos, aki beül, ugye az azt mondja, hogy ha ügyes vagy, meg nagyon szereted a papát, akkor hamarabb át tudunk esetleg egy kicsit menni. Ez lehet még? Vagy ez mehet még? Hát, ez régen nagyon ment, nem? Igen, sőt, ugye egy-két éve nagyon ment ez a jogsi turizmus is, hogy más országból jártak át ide. Mert megszerezni a jogosítványt. Nálunk könnyebb volt megszerezni? Hát, azért, hogy olcsó? Hát tudod miért? Mert hogy... Na jó, de tandíjat akkor is be kell fizetni azért. Hát, igen, csak hogy olyan volt, mint hogy ha meg is kenték, akkor valahogy könnyebben adta, vagy könnyebben engedte át úgy, hogy aztán nem itt okozott balesetet, vagy én nem tudom, hogy gondolkodtak ebben, de hogy konkrétan átjártak egy másik országból, és akkor valahogy szerezték meg a jogosítványukat. De hogy ez egy szörnyű veszélyes dolog. Tehát, hogy ez picit olyan, mint hogyha, ha nem tudom, mint egy orvost engednél át a vizsgán, nem? Mert hogy meg kell, és akkor azt mondja, hogy nézzük már, hogy cigolatom ezek is. Jó, most az jó, az a hármasnak is, nem, ugye? Tehát, hogy nem, szabad forgalomba engedni olyan embereket, akik másokra is, hát már elvileg nem lenne szabad, persze, de hát most az 20 ezer vagy 30 ezer forintot, hogy hülye vagy, nem tudsz beállni, meg nem tudsz parkolni, teljesen lehetetlenül vezetsz, de meg tudod kenni a vizsgabiztos, és ebbe belemegy, hát akkor ki? Na jó, csak akkor átengedik őket. Igaztál, amikor tolom egy kis kosaromat a tecsó parkolóba, valaki tolatás közben elnyom. Hát igen, az időskori vezetés is egy baromi nehéz dolog. Tehát szerintem ott már évente vagy két évente azért őket figyelik, de hogy statisztikailag nyilván több fiatal vezet, tehát több fiatal okoz balesetet, ugye ezt mindig bebizonyítják a biztosítók, hogy nincs akkora baj az idősekkel, de néha én például forgalomban olyat látok, hogy nem hiszed el, hogy mindenféle veszélyérzet, meg reflex, meg mindenféle működő agyi képesség nélkül olyan emberek ülnek volán mögött, de utána ezt a szót, hogy volán, hogy nem szabadna egyszerűen vezetni, nem? Hát ezért mondom én azt, hogy a magyar társadalomnak igenis hálásnak kell lennie azért nekem, hogy még nincsen jogsim. Tehát, hogy érted, vannak, akik alkalmasak erre a dologra, vannak, akik nem. De honnan tudod, hogy nem menne? Honnan tudod, hogy szolgáltatás. Te imádszod GPS-esket nézni, jobb első nézni. Az kényelmesebb. De mi, honnan tudod, hogy nem menne? Tehát, hogy miért gondolod? Nem lennél jó? Hát, vagy technikailag nem tud megoldani? Valahogy nekem, tehát hogy az én figyelmem az sokkal csapongóbb annál, mint hogy, hogy tudjak rá koncentrálni. Megvan a teszt, tessék, kicsit gurulj hátra, jó, a székben, kicsit hátrafelé, fogd a két kezedet így magad elé, mintha fognád a kormány. Jó, a két lábad emelt föl, jó, hogy lássuk, de ide asztal fölé tartsad, ne tedd föl, csak tartsad, igen. Hogy jó. Ülőtartás. Így van, a két lábaddal ellenkező módon, tehát előre-hátra a két lábaddal felváltva, és a kezeddel pedig jobbra-balra. Na, mondjuk... Hát mondjuk te nem vagy egy, ne, tényleg nem vagy. Nem vagy egy Niki Lauda, azért ezt így mondhatni. Nekem a jobbra, balra. Vagy nyom, vagy húz, egy külön-külön nem megy. Egyszerre. Igen, azért az kemény. Jó, figyelj, de legalább te tisztában vagy önmagaddal. Szóval, hogy te tudod, hogy nem akarsz kimenni a forgalomba, és nem... Egyszerűen nem terheled a környezetedet. Figyelj, azzal, hogy vezessél. Az sem volt könnyű megtanulnom, hogy például kanyarodás közben tudjak tekerni tovább, és a biciklivel, érte? Nekem ez így de. Na mondjuk, az már súlyos. Tehát nem tudtál egyszerre fordulni, meg kanyarodni? Szeretem is rá gyógyszert. Az már azért egy komoly mozgásszervi baj, hogy nem tudtad összetenni fejben magát a mozgást? Nyilván picit túlzok, de hogy egyébként tényleg nekem ezek a dolgok annyira nem. Tehát, hogy én nálam aztán tényleg konkrétan az történik, hogy nem tudja a jobb kész, hogy mit csinál a bal. Tehát jobban járunk a teremhezek. Keresünk egy olyan oktatót, aki a leghosszabb ideig vitt egy tanulót, de nem tudta átvinni a vizsgán. Jó? Írjon már nekünk egy olyan oktató, aki vagy egy idősebb nénit, vagy egy idősebb papát, vagy egy nagyon fiatal, nem túl okos fiút, vagy kislányt próbált éveken keresztül akár átrugdalni valahogy. Hogy, vagy írja meg nekünk, vagy mondja már el telefonon, hogy mégis mit csinál. Tehát nyilván az oktatók azért találkoznak ilyen típusú antitalentumokkal, akiknek megmondják, nem? Hogy légy szíves, ne. Hogy ne csináld. Engedd el, nem engedd, tényleg, ne legyen jogsid, járjál BKV-val, vitesd magad anyáddal, bármi. Igen, csak ne legyen jogsid. Hogy írjanak már nekünk olyan vizsgabiztosok, akik tényleg hosszú-hosszú hónapokon keresztül szenvedtek valakivel, de valami elképesztő antitalentum volt, hogy próbálták átvinni, mit csinált, hányszor bukott meg. Mert ugye azt már a lefizetést, meg a csajoknál való bepróbálkozást sokszor megcsináltuk, de ezt az oldalát még nem.
egy vizsgabiztos, aki nem tud egyszerűen átvinni egy normális közúti forgalmi vizsgán egy tanuló. Hogy 555-55-00 ez a telefonszámunk, Annát hívjátok, meghallgatnánk szívesen egy ilyen történetet. 9:30 múlt pontosan, 2 perccel, mindjárt jövünk, meg közben már nagyon sok SMS-t jövünk ezzel, meg a nap legjobb pillanataival mindjárt. 9:30 múlt 6 perccel, hello mindenkinek, itt vagyunk. Hát özöllenek az SMS-ek, mert mindenkinek van oktatós története, vagy rámozdult, vagy kitették, vagy... vagy elütötte a saját oktatóját, azt például nagyon szeretem, hogy én 2 oktatónál is tanultam, az elsőt elgázoltam a rutinpályán. Véletlen vagy bosszú volt? Hát nem mindegy, igen. Haverom 20-ra se tudott átmenni a KRESZ vizsgán. Végül megvette a jogsit. 20 alkalom. Hát ott már nem is, nagyon ott már táv van. Meg nem is. Ja nem, a KRESZ vizsgánál nincs. Csak ugye régen az a zöld könyvből, te is az ilyen zöld könyvből tanultam, mint a matematika könyv olyan volt. Hát Feri zöldkönyvfetisista. Ez egy rohadék villamos sztorikat. Milyen villamos, mondtam ott. Batonyán vagyunk, testvér. Nincs villamos. Hagyjál nem már. Nem életszerű. Nem érted? Azt most egyszer maga Pesten fog majd vezetni, majd hogy vezetnék én Budapesten? Ugye azt kértük, hogy jelentkezzen nekünk olyan oktató, aki nem tudott átrugdalni valahogy az egyik tanítványt egy vizsgán. Tehát 20-szor megbukolt, 5-ször elkaszálták forgalomba, plusz vizsgát kett, és az Istennek se tudtam vele megérteni, inkább ne vezessen. Jött egy ilyen SMS nagyja, és itt ülök mellette, később hívlak titeket. Mekkora duma. Itt ülök mellette, később hívlak titeket. Balzsa küldte nekünk. Halló, jó reggelt, itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt, jó reggelt. Hello, Pista, te oktató vagy? Így van, vidéken, Jászberényben. Jászberényben. Na, mesélj valamiket, valami nagy antitalentum érdekel, aki nem, egyszerűen nem értette, hogy miről szól a vezetés. Hát 25 év alatt azért elég sok minden előtt fordul, főleg még egy kis városban is, nem még, hogy Budapesten. Legtöbb, ami nálam előfordult, 140 óra vezetés. Mennyi most a normál? Mennyi az előír? Csak hogy tudjuk viszonyítani. 30 óra a minimum, de most már szeptembertől 580 kilométert kell levezetnie a tanulónak, és ezek után mehet az első forgalmi vizsgájára. És ő 140. Ez bizonyos illető 140 órát, illetőről beszélek, nem lányról. Igen. Tehát 140 óra vezetés, 5 sikertelen vizsga, és ezek után ugye Budapesten pályalkalmassági vizsgálat, és ő még azt is megpróbálta, hárha. És az se? Az se nem, az mert se. Ugye... Mit csinál? Hogy tudjuk ezt levezetni, hogy beültél, és tényleg, tehát mennyire volt antitalentum, vagy miket csinál? Hát az autóról annyit tudod, hogy van 4 kereke. Ennyi? És kb. 30 óra volt a rutinpályán, hogy azt a szintet tudtuk, hogy sikeres rutinvizsgát tegyen. Most tudni kell, hogy 2 év óta, 12. januárjától már nincsen rutinvizsga, eltörölték a személygépkocsinál, de még ugye ez régebbi idő volt, úgyhogy ennyi idő alatt sikerült megtanulni, amit más 10 óra alatt megtanult. Úgyhogy mindig ment a 3-as szorzó. Fia, akkor tollatás ilyet ne is kérdezek, tehát effektíve reménytelen volt, nem? Tehát, hogy Y-ba megfordulás, ezt felejtsd el, nem? Tehát ez nem volt. Így van. Mi volt az akadály? Engem mondjuk nem ütött el, mert nem szálltam ki. Nem mertek is szállni, persze. De a lábad a féken, nem? Az mindig. Tehát, hogy... Állandóan a kuplungon és a féken. Gáz nem kellett használni, mert azt nem kellett. Figyelj, és megmondtad neki, hogy figyelj, szerintem én láttam 30 évesen, figyelj, ne csináld, járjál busszal, te hagyd abba, igen? Én mondtam, hogy biciklizem inkább, de ő minden további nélkül, azt mondta ő, végeredmény, ő arra kíváncsi. Középkorú, idős, fiatal, milyen volt? A 30-as. Aha. Többen lehet, hogy egyébként megvan mind a két keze, szeme, jól lát, semmiféle... Hála jó Istennek nem lett neki jogosítvány szerintem, de viszont vannak olyanok, akik közel ennyi óra vezetés és 2 éves vezetés után megszerzi nagy nehezen a jogosítványát, valahogy, nem tudjuk, és utána pedig őt látjuk a forgalomba. Atyaisten, és imádkoztok, hogy egy történjen meg. És ez az úriember milyen volt, mikor kiment a forgalomba? Mit csinált? Tehát ez rémálom, gondolom, nem? Mondhatnék sztorikat. Voltak olyanok például, aki a körforgalomba hölgy x óra vezetés után, kb. 30-40 óra vezetés után kipróbáltuk, hogy na, akkor gyerünk egy kicsikét egy lakott területen kívülre, szembe akart menni a forgalommal. Tehát finoman bement és elindult balra a körforgalomban? Az nagyon szexi. Ezt szerette volna, igen, mert ő így szokott biciklizni. mondjuk, az se túl biztató, tehát Atyaisten, és előbb-utóbb ők ugye ránk szabadulnak, ez a durva. Nem minden esetben, ők abba hagyják, mert rájönnek egy idő után, hogy szerintem annyira sokba kerül majd ez a jogosítvány, hogy ez már nekik nem éri meg. Inkább buszozik, vagy biciklizik, vagy viteti magát taxival. Így van, szükség van.
szükség van a hivatásos utasokra is. Így van. És tulajdonképpen most ugye felemelték ezeket a kilométer számokat, ebből adódóan egyértelműen többet kell vezetni a tanulónak. Az, hogy megy a simlisség, azt nem tudom, biztos, hogy ment, most már egyre szűkültebb a dolgok, itt ebben a megyében ez nem működött. De idegileg azért ez bírni kell, nem? Gondolom, szóval azért ez nem könnyű tényleg. Ez csak lazán lehet. Csak lazán, ugye? Elborult adja, nem üvöltözhetsz szegény. Nem. Hát ahogy mondtátok azért, szóval vannak jó pofa oktatók, és vannak olyanok, akik teljesen be vannak már gyepesedve, főleg a nagyon idős korosztály. Az biztos. Azért. Igen, csak azért, amikor bemegy balra a körforgalmat, azért neked is kapaszkodni kell, szóval azért ott valami jön szembe, az nem játék. Nem engedtem, de a lényeg ez volt, hogy ez ki lehetett a mozgásából venni, hogy ő szembe akarna menni. Figyelj, hát jobbra mindenki meg tudja csinálni. És akkor van olyan, aki szembe a forgalommal, mint ahogy kerékpározik valójában, ő nem foglalkozik semmivel, ő szeretne szembe menni a forgalommal. És mondom, honnan ne beszed ezt? Hát biciklivel is így szoktam. Jézus, Atya Isten, szép dolgok vannak, igen. Pista, köszi, hogy elmondtad nekünk, jó munkát jó. Neked. Köszönöm szépen. Ciao. Hello. Ez kemény. De nekik se könnyű, nem? Hát nem. Egy oktatónak gyerekek azért. Na mindegy, ő 94 évesen nyomja. A mi kis Lauránk. Ott van, csinálja, jó kedélyű, és még mindig oktat. Hajrá, Laura néni. Nagyon-nagyon nagy forma lehet. Végünk van, gyerekek, végünk van. Hát Csabi. Van. De nálam nincs akkora gond, mert a Ferinél van ez a teniszpálya méretű tüdő. Nálam nem, csak itt kettő teniszpálya. Igen, Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Mi nem hoztam vizet. Pedig hát ráfaragtál vénember. Véged van. Véged van, trotty. Már volt itt egy ilyen őszgöndörhajú bácsi az folyosón, a árulta a vizet. Igen, ő nagy lajtos kocsival jön, tessék? Aranyos volt az öreg. Igen, hát, nem szeretted, mert neked nem mondott jó? Nem, nekem ez kevésbé. 3-4 vizsgálattal kiegészítve nyilván azért ez meggyőzőbb lehet. Ez nagyon felszínes volt, nagyon csak ilyen éppen beleszimatoltunk valamiben. Hát itt azért pontos okokat szerintem látni, meg miérteket kapni, az ahhoz egy kicsit azért több kell. De megtudtuk, hogy ígyunk vizet. Bizony. Sokat. Többet. És jól az járt, jó. Mert most még futni hagytuk, mert azért régen tudjátok a rossz hír hozójával, mint az ilyen. Vége. Elpupsítszuk, igen. Berhidán KPM ezt a gyógyszeres küldte nekünk ebben a pillanatban. Köszönjük szépen. És néztem, itt még az előbb jött egy, igen, megvan. Csak annyi vezetős SMS-ünk van. 60-tól a Molkut után az M3-ason Budapest felé ellenőrzés, rendőrök, mindenki út van, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Mi újság, Csabikám? Sportoltam ma is. Na. Hála Istennek most már levettem ezeket a téli cuccokat magamról, mert ugye végigfutottam a telet, nekem kedvezett az időjárás, és felszabadultam lazán, készülünk egy közös futásra, és de erről majd gondolom később fog beszélni majd a Jani. Ami viszont engem nagyon érdekel, az egy általatok beígért sportesemény. Itt a tavasz, már kezditek mesélni, hogy jöttök, majd mentek az országban, mert mi van a foci meccsel? Ja, a bátonyi meccsel? A foci meccsel, hogy megvolt-e már? Lemaradtam róla, hogy hallgattok, szóló. Mint a sír. Feladtátok nem. Már előre. Hát arra jössz te is, nem azt mondtad, hogy jössz te is? Szeretnék menni. Ugye? Szerintem összeállítjuk majd a csapatot április-május környékén. Kicsit még jobb idő. Ja, még mindig van. Hát úgy értem, hogy most van, hát nem, áprilisban még nem merünk valamit leszervezni, mert most oké, hogy most ilyen idő van, de jövő héten már újra 13-ot.